Mert hogyha 10 éven belül volt a Demon Lordnak a legyőzése, akkor milyen gyakran vannak Demon Lordok, baszd meg! Jöttek ide, fiú! Nem volt rossz az előző, de azért gyakoroljatok még. Ez most a Goblin Slayer. Megnézitek, aztán várom a jelentést. Sziasztok! Üdv újra a Bakancslistán. Én Dominik vagyok. Ez itt Keve és Benő. Sziasztok! Sziasztok! Én vagyok Benő. És ebben az epizódban majd a Goblin Slayerről fogunk beszélni. És csak egy ilyen kis disclaimer, hogy nem ilyen egyszerű témák ezek, amiről lesz szó. Ilyen, mit tudom én, gyilkosságtól kezdve, sok véren át a nemi erőszakig lesz benne sok minden. Úgyhogy akinek nem bírja a gyomra, az inkább ne. Benő mutatott egy-két animét, és ez fogta meg leginkább a fantáziánkat most erre. Ez egy kicsit, nem tudom, egy egyszerűbb hangvételű dolog. Nekem például legalábbis azért jött be. Nem olyan filózós, mint az előző volt, de még mindig egy jó kezdés. Talán annyit mondtam egyébként, hogy miért ezt kéne választani, mert ilyen dark ez is inkább. Uh-huh. Ilyen dark fantasy. Hasonló, úgy igen. Uh-huh. A műfaj az egyezik. Kicsit a más hangvétel egyébként, mert tehát a Made in Abyss az egy hosszabb folyamat, mert igazából ugye ott végigkísérik a kalandjukat technikailag a gyerekeknek. Itt pedig itt egy ilyen fix világ van, itt nem nagyon mászkálnak sehova, két városon talán, ahol vannak, meg romok, de egyébként. Nincs is annyira kibontva, igen, elmagyarázva. Nem a legelejétől látjuk, hanem tényleg így belecsapódunk már a sztoriba, nem úgy, mint a Made in Abyssben, mert ott azért lehet azt mondani, hogy ott tényleg a legelejétől látjuk, hogy ugye mi történik, itt meg ugye azért rendesen belecsapódsz a közepébe. De is kezdjük az első részsel akkor? No, kezdjük az első részt. Jó. Igazából annyival kezdődik, hogy megismerkedünk az egyik főhőssel, a papnővel, egy ilyen kis szőke kislánya, aki 15 éves, azt is megtudjuk, aki kalandor akar lenni, tehát kalandorral szeretne válni, és elmegy a kalandor cégbe, ahol regisztrál igazából. És akkor ott a pultos nő elmondja neki, hogy milyen rangok vannak, és akkor a legmagasabb a platina, legalacsonyabb a porcelán, és nyilván a porcelánnal kezd igazából ennyi. Ja, hát mondjuk érdekes, igen, hogy itt már bemutják azt, hogy körülbelül, hogy milyen. Itt is ugye ez a besodolás, hogy ugye besodolják valahogy őket egyből. Hát valahogy muszáj, mert ugye nehezebb küldetést nyilván a tapasztaltabb kalandorok kapnak. Hát azért itt is úgy van egyébként felépítve, hogy vannak ugye az egyszerű küldetések, mint a ilyen goblinos küldetések nyilván. Hát ott látszik a falon, mondja is ugye ott ez a lény, hogy ott a falon tud magának választani, és akkor mondja, hogy az egyszerűbbeket próbálja meg, és ne egyből egy trollt próbáljon meg ezért leeszkandelezni, de... Igazából nem tudjuk a nevét se, tehát az egész sorozatban nem tudjuk senkinek a nevét, tehát mindenkit valahogy hívnak, ilyen becenév, vagy fajnév. Vagy rassz. Igen. Szóval papnő, ugye nem tud választani küldetést, ezért megkeresi két kalandor. Bocsánat meg azért, hogy ugye azt mondja, hogy honnan érkezik. Tehát, hogy ő volt már, tehát, hogy tanult írni és olvasni, meg hogy kitanulta ezt a papságot, ugye? És azért indult el kalandornak. Tehát, hogy ugye mondja az iskolát is, ja. Most nem emlékszem pontosan, hogy ugye mondja az iskolát is, hogy honnan. Mert amikor a nő mondja neki, hogy el tudja olvasni, és ki tudja eltölteni a lapot, akkor mondja, hogy igen, megtanult írni, olvasni az iskolába. Tehát, hogy igazából tanult ezt, és utána elindult, hogy kalandor legyen. Ja. Kalandor csapat leszólítja igazából, hogy szeretne velük goblinokat ölni. Igen, ők szintén újak. Igen, újak. Hát zöldfülőek, igen. Ja. És ott megkérdezik tőle, hogy hányszor tudja használni a képességeit, és kiderül, hogy háromszor. Gyógyítást meg fényt tud használni, ilyen, de nem tudom. Hát hogy... light, ugye ilyen iszonyú vakító fényt tud használni, tehát ez mondjuk ilyen... Ja. De ugye azért kérik meg, mert hallják, hogy gyógyító, és nekik gyógyító kell, mert ugye van egy mágusuk, egy harcosuk, meg szerintem az egy monk volt az a csaj, de nagyon nem tudom most, ugye, mert ugye ököllel harcolt meg. Az volt, igen. Egyértelműen monk volt, vagy valamilyen ilyen elég speciális fighter. Később kiderül, hogy elég szalúgja, de... Igen. De nem, hát az ebben a részben van. És akkor elmennek ugye a
küldetés helyszínére. Ilyen kis barlangot találnak, ahol ilyen, nem is tudom, mi volt az az építmény. Ez egy totem. Ilyen kis ilyen totemet találnak. És akkor mennek beljebb a barlangba, egyre beljebb mennek, aztán hirtelen... Ez még a beszélgetés az lényeg is, amit folytatunk, mert ugye azon indulnak goblinok, de mert a srác, a harcos srác azt mondja, hogy ő már a falujába ölt egy csomó goblint, és hogy nagyon gyengék és könnyű őket megölni, ezért így nagyon bemennek, és így elkezdnek előre nyomulni. Nagyon bemennek. Aztán látnak még egy ilyen totemet, aminek elég nagy jelentősége van. Ja, igen, ez majd csak később derül. Mennek tovább, aztán... Hátba támadják. Egyszer csak jön mögülük egy adag. Nem. Először szemből találkoznak goblinnal, és le is szúr egyet a srác. Ja, és akkor utána egyszer csak így megjelenik mögöttük egy kisebb csapat. Igen, és akkor nyilván nem értik, hogy miért, hogy honnan jöttek, mert hát hogy ők jöttek a bejárat fel, arra nem volt más izé. És akkor így elkezdődik a... Meg ugye meg is éget egyet a csaj, mert van a varázsló, és ő le is gyújt egyet. Ja, és hát utána a mögöttük lévők úgy gondolják, hogy legyen fair fight. Igen, tehát itt annyi a lényeg egyébként, hogy a mágus leszúrják. Hát igazából rájuk ugranak, tehát mindegyikre rájuk ugranak. Tehát így... Ambush, ja. Nem tudom mi magyarul. Rajtaütés. Tehát ilyen hátulról rajtuk ütnek a goblinok. Rajtuk ütés. És ugye a srác próbál itt kardozni, de tehát nem olyan felszerést vittek, ami ide jó, és így egyfajta belakon. Hosszú kardot vitt. Ja, először a mágus csajt kapják el, ugye? Először a mágust, igen, aztán a kardos, vagy a kardos az elveszti a kardját, mert beleakad egy szikra. A kardját is, meg ennyi dolgok. Aztán megjelenik egy hobgoblin, egy ilyen nagyobb goblin, szembeszáll a harcossal, vagy a monka, ugye? És akkor hát ott szétveri. Falnak bassza. aztán máshogy is. Aztán megerőszakolják, igen, a kis goblinok. És hirtelen Deus Ex Magna Goblin Slayer. Igen. Igen. Megjelenik Goblin Slayer a fő szereplő az egész animében, és... Aztán még lényeges, hogy a pap meg a mágus elkezd kimenek, és úgy találkozzak vele. Papnét megmenti, igen, a Goblin Slayer. Másiknak meg megkönnyíti az életét. Hát ott igazából a Goblin Slayer elkezdi mondani a papnőnek, hogy meg tudja menteni őt legalábbis, és akkor ott elmagyarázza egyébként, hogy miért ütöttek rajtuk, mert ugye a totem az arra szolgált, hogy elterelje a figyelmüket, és akkor... Hogy két barlang rendszer volt igazából, és hogy nem két figyeltek. Igen, volt egy nyíló oldal út, izé. Tehát igazából, amit mond, hogy ugye a goblinok azok nem intelligensek, de nem is ostobák annyira. Tehát, hogy azért van valamennyi eszük. Kis kurázsi, valami van ott. Hogy nem azok a full hülye lények, tehát hogy intelligenciájuk van, tehát a csapdákhoz meg ilyenekhez értenek. Ja. És akkor kiderül, hogy egy ilyen sámán goblin irányította az egész, hát ott azt a csapatot, akik ott a barlangba befészkelték magukat, és találnak gyerek goblinokat is, akiket a papnő meg akar menteni, mert hogy mi van, hogyha jó goblinok, de Goblin Slayer, hát kicsinálja őket is. Igen, de az lényeges, hogy itt mondja, azt tényleg mondja, hogy a goblinok mindig tanulnak ugye az elődjeik hibáiból, és azért nem hagyja életben őket, mert a gyerekek ugye okosabbak lesznek abból, hogy hogyan hajtak meg a szüleiket. Hát igen, ez szimpla mizé, ahogy az evolúció működik. Hát meg ugye itt most elsiklottunk a fel, de ugye hogy a goblinokat azért vadásszák, mert hogy faluba mennek portyázni nőkért, hogy tudjanak minél több utódot csinálni, mert ugye nekik kell az, hogy elraboljanak nőket. Tehát, hogy azért vadásszák a goblinokat igazából. Ja, és akkor itt igazából kiderül, hogy ez a csávó, aki a goblin szélje, az ilyen valami jól ért a goblinokhoz, meg tudja, hogy mit kell ők csinálni, meg hogy kell. Máshoz nem, de ahhoz nem. De máshoz is látszik, hogy így nem. Hát, hogy a felszerése is olyan elmagyarázza, hogy miért volt rossz az a kard, meg ilyenek. De még azt mondja, hogy kurva rossz volt az a kard, és hogy nem érti, hogy mit csinált itt bent vele. Annyit írtam még ide föl, hogy egy kis érdekesség számolja a killeket. Igen. Tehát hogy mennyi goblintől, a Slayer, magyarul vadász.
Lehetően tartózkodnánk. Igen. Csak Goblin Slayernek fogjuk hívni. Igen. Az is mondjuk, hogy amikor Sekiren vitték a csajokat, akiket megmentek, és mondja, hogy amúgy van egy ilyen, ilyen, mit mondott? Valami kolostor? Ahova ezeket a... Igen, jobb leállt először, hogy lájokat viszik, és gondolj be, hogy ott is ilyen városvezetőként, és így, egyre több csajt visznek, és így, és elég jól néznek, és így, szerintem nem kell semmit csinálni, csak így válni, hogy még többet elvindjenek, tehát így... De ugye ennyi traumás van, de most tényleg hallod, hogy engem valami egyenletet kell, ennyi traumás van, akkor hogy az Istenben vannak utódok? Mármint emberi utódok. Hát, hogy ennyit... Hát, mert ezeket megmentik és szállítják át más barlangokba, hogy ne támadják meg a falukat. Ja, tudod, ilyen prédeszek, én egybe viszik a királynak, tudod, hogy... A következő ide-oda, ezért. Ilyen, hogy hívják, ilyen lefizetik a goblinokat, hogy ne jöjjenek falut baszni, meg ilyenek. Ez mekkora plot lett volna az egész bazd meg, hogy van egy ilyen fordul, ami ezt csinálja. Hogy néha kirak két csajt, hogy azokat vigyék el. Amúgy ez mekkora ízlet volna, mert ez hozzátett volna a sztorihoz. Küldjük már neki egy ízét, egy levelet, hogy bazdok, mondjuk, hogy kéne megírni. Hunger Games, de. Ja. Tehát így kiválaszt a kettő embert. Ennyi. És akkor boldog a nép. Érted. A nagyobb jó, vagyis a kisebb rossz érdekében. Igen. Nem fejeztük be az első rész teljesen. De. Mondom, már visszamennek, aztán igazából hát csak összeállnak. Tehát, hogy hát igen, az fontos, hogy eldönti a csaj akkor ő, hogyha hagyja, akkor megy a Goblin Slayerrel aztán. Hát igen, mert én nem érdekli, hogy jön-e vagy nem. Tehát, hát igen, összetímelnek. Jó. Második részben ugye van egy ilyen visszatekintés a legelején, ahol megismerkedünk Goblin Slayernek a gyerekkorával igazából, de annak is egy olyan részével, amikor az egyik gyerekkori barátjával így összeveszik, mert a lány elmegy a városba eladni dolgokat a nagybátyjával. Igen, ez egy farm. Tehát önök egy ilyen farmon élnek, ilyen tanya. Igen. Tehát egy ilyen kis faluba. Faluba, tényleg. Igen. Igen, és a, ugye Goblin Slayer nem megy el a városba, de és így összevesznek igazából. Tehát Yeah. Hát én ennyi. Benne, És akkor igazából ez vezeti fel a következő karaktert, ugye ezt a tanyasi lányt, a farmer lányt, aki hát már felnőtt minden szempontból. Már felnőtt. Itt látjuk először az openinget, nem tudom, hogy elszkippeltétek-e egyébként. Valószínűleg. Nem, hát egyszer megnéztem, hogy a fegyvereiken állnak, meg ugye végigmutatja azt, hogy milyen karakterek vannak. De mondjuk itt a második részben kezdjük ezt a repetitív szokását, ugye... Repetitív. Akkor szokását, amit mindig csinál. Igen. Szokását, tehát ugye ez az ellenőrzés, a ház ellenőrzés. Igen. Tehát, hogy kicsit ilyen beteg módos. Igen, napi rutin. Kimegy, megnézi, hogy letaposták-e a füvet, meg... összecseszték-e a sorompó, vagy nem nézi ezt a kerítést, vagy mi az? Nem ilyen, hát nyomok, hogy goblinok jártak a környéken. Igen, az ablak kihajol el. Igazából annyi történik, hogy itt is el van mondva az, hogy a Goblin Slayernek milyen volt a gyerekkora, tehát miért kezdett el goblinokra vadászni, hogy ugye faluját megszállták a goblinok, és akkor a nővérét meg... Hát ő elbújt igazából, és akkor látta, hogy mik történnek. Igen, tehát elég grafikus. Goblinok goblinkodtak. Benyomta, hogy igen, elhújtam 18, és kinézett a lyukon. Igazából lemészállítják kb. A családját, meg... Meg a falunak a nagy részét, ja. De amúgy itt volt az, amikor ilyen nagyon látványosan ugye személyre fókuszál a kamera, ugye? Az egyik személyre, amivel néz, hogy ott látszik, hogy azért kicsit így megkattam. Abban van az, hogy választás előtt áll, hogy hova menjen, hogy segítsen a zöldfülűeknek. A második rész az telibe csak a visszatekintésről szól. Ja, jó, meg okay. Arról, hogy mit csinál most, és akkor a végén a második résznek, ugye ott csöveznek a cégnél, és akkor a második résznek a végén jelenik meg a három új karakterünk. De várj meg, és amikor mi igen, a második rész végén megjelenek, a harmadik részben meg már beszélgetnek. Igen, de nem, azt történik a másodikban, hogy ha emlékeztek, megtörténik a flashback, és talán elmennek a C-hez, és azt mondja, hogy van egy goblinos feladat, és mondja neki a recepciós, hogy három van. Van egy, ahová elmentek zöldfülűek, és meg kéne menteni őket, van egy vár, és van valami harmadik, ami valami romot mond, és akkor emlékeztek, ebben van az, amikor elmegy a várhoz, és elmondja a csajnak, hogy csináljon pajzsot a kapu elé, és felgyújtja
a vádat, és akkor ott jönnek a flashbackek. Ugye a tűz, meg minden, az hozza vissza a flashbackeket. Ja, tényleg, tényleg, igen, mert a... Jó, akkor a második, na mindegy, igen, a második rész végén még nem jelennek meg, még nem, már mutatják igen. őket, de akkor még ott... Az az a kis film, a végén, a második. Igen, de akkor még ott vannak máshol, ott a bárdal beszélnek, igen. mert ugye íródik egy dal Goblin Slayer. De az már a legesleg, hogy az, de az a vége a második résznek, igen. Amikor a stáblista elment, már az utáni rész. Igen. De az ott ugye van ez, hogy, jó, hogy, jogos, hogy, tudod, jogos. Hogy az nagyon jó összehozzák azt, hogy a vádat, hogy felgyújtja, úgy emlékszik vissza, hogy emlékeztek, hogy a goblinok felgyújtották a faluját ott izélnek, és jaj. Mesél között. Tehát nem is így halljuk a történéseket, hanem ő meséli, hogy a goblinokat úgy, hogy tanult meg levadászni, meg hogy miért kell őket ki felgyújtani, meg hogy tudja, hogy mindig van kiútjuk, és akkor elmondja, hogy gondolkozik maga a goblin, és hogy miért gondolkozik ő is maga úgy. És akkor így jönnek a flashbackek. Igazából még felírtam egy ilyen nagyon jelentős mondatot, de ez inkább csak ilyen érdekesség, hogy a képzelet egy fegyver, meghal az, aki nem használja. Igen, igen. Azt ez, ugye ezt mondja. A város nem mondja, amikor bent égnek, és akkor ugye a protection-t használja, hogy bent tartsa őket, ott bent égnek, és akkor utána meg lemennek, és megöli. Mert ugye ott volt egy dilemma, hogy a csaj mondja neki, hogy el kell menni megmenteni a zöldfülőeket a barlangba, és mondja, hogy hát az kis préde, és el kell menni a várba, mert sokkal többen lesznek. Igen. Mert emlékszem, amikor számolja, akkor már ilyen 20-valamennyire tart. Igen, meg valami olyat is mond, ugye, hogy már nagyon régen elmentek a zöldfülőnek, és hogy valószínűleg már nem is élnek. Fölösleges lenne elmenni értük. Ja, úgyhogy kiderül, hogy hol van a prioritása Goblin Slayernek igazából. Nem, igen. Tényleg nem nagyon érdeke az neki, hogy megmentse. Tehát tényleg a bosszúvágy, az hajtja folyamatosan. Tehát abszolút nem hősködni akar, hanem csak gyilkolni. Ja. Viszont az kiderül, hogy itt derül az, hogy ezüstrangú, tehát ő elég magas van. Ja, igen, ez kimagadt. És őt nagyon speciálisnak tartják szó szerint, mert hogy ilyen, ugye csak kis goblinokra megy, kis goblinokra. Tehát csak goblinokra, ami kicsik, igen. Hát csak olyan küldetéseket fogad el, ami goblinokkal kapcsolatban. Igen. És akkor itt igazából ennyi. Hát még a recepciósra megtudunk pár dolgot, de hát az igen, nem olyan lényeges, úgyhogy... Szerintem annyira nem is tudunk meg dolgokat róla egyébként. Annyi, hogy tetszik neki a Goblin Slayer. Úgyhogy még nem látta az arcát. Nem, én például ilyen gondoltam, hogy ő az, aki így a vezetést, meg a izét, tehát ő írja ki a dolgokat. Tudjátok, ott van az, amikor lerak egy ilyen kupac lapot, hogy ezek a izék, a napi cuccok, meg kell csinálni, és akkor az izé. Ő osztja ki a dolgokat, ő a teljes ilyen izé. De igazából a harmadik rész, amiben elkezdődik így bonyolódni a dolog, úgyhogy ezt nem menjünk is soha, de... Mármint tegyünk vissza, amit a Dominik mondott, ugye, hogy a bárdosra, hogy az az egyetlen rész, aminek van ilyen külön kis tízere a következőre. Ugye a bárd énekel a Goblin Slayerről, és akkor egy ilyen elf így megkérdezi a bárdot, hogy a honnan ismeri a izé. Igen, mert ugye helyszínt váltottunk, ez valami város, vagy valami más izé, talán a főváros. Szerintem ahol a C van, az a város. Nem. Épp erről van szó, hogy már elterjedt a híre ennek egy kicsit, hogy Szerintem ez a vízváros egyébként. Lehet. Ja, igen, mert ott van egy ilyen kis folyó. Ja. De az igen. Mindegy igazából. Lehet, hogy nem az, de város a lényeg, hogy nem a C-nek a városa, és na igen, és megkérdezi az elf, hogy hol van ez a Goblin Slayer, mi akarják találni, stb. És így záródik le. Ez az epizód. Harmadik rész igazából meg egy ilyen kis ilyen ősi történettel kezdődik, tehát így az istenekről van pár szó, de most ez nem tudom, hogy mennyire mondjuk el, de egyébként én érdekesnek tartom, mert igazából itt mondanak egy érdekes dolgot, azt nem tudom, hogy összeraktátok egy mit mond. A kockázós dolog. Ja, én ott tudjátok, mire gondoltam, hogy ennél a kockázósnál mondjuk én azt vártam a végétől, hogy olyan jó lenne, hogy az isteneket úgy, hogy mintha játszanának valakik, vagy érted? Mert amikor azt mondta, hogy eldobja a kockát az isten, és akkor arra vártam, tudod, hogy a legeslegvén mondjuk így kivülni a kamerát, és akkor így játszanak az emberek, és ott vannak a figurák. Szerintem valami ilyet akartak egyébként, ilyen hatást akartak elérni vele, szerintem igen, hogy nyilván ugye, pont azt mondják, hogy azt mondták, hogy az istenek, mit mond pontos, nem tudom, de valami ilyet mondta, hogy az istenek teremtik a földet, és akkor így játszanak, hogy formálják, meg ilyenek. Fölírtam, tehát úgy van, hogy fény, rend és végzet istenei, ők a jó istenek, és vannak a rossz istenek, a sötétség, káosz és esély. És akkor ez a hat isten kockázott egymással, hogy ki fogja irányítani a világot igazából.
tehát kinek lesz uralma a világ fölött. De nagyjából ennyit, tehát ennyit kapunk az istenekről. Ja. Ja, csak nekem ez olyan fú, ez ilyen hát sugár. Ha már belemegyünk, akkor én például örültem volna, hogy egy kicsit kifejtik, most nyilván nem egy egész rész erejéig, de mondjuk egy néhány percet rászállhattak volna, hogy egy kis lore, kis teremtés, vagy tudom, ha már a teremtésről beszélünk, akkor lehetett volna egy kis mélyebb. Ja, meg ezt nem is említettük egyébként, tehát az egyébként tetszik, hogy ugye mi a fantasy világ, ezért, hogy legyen valami különleges a világban. Két hold van. Igen. Van egy piros, meg egy zöld. Ja. Szóval. És ugye a zöld az nagyobb. Igen. Majd lehet, hogy csak közelebb van, de nagyobb. Tehát itt a harmadik részben egyébként a Goblin Slayer mond egy elméletet, hogy a zöld holdról származnak a goblinok. Igen. Szóval. Meg hogyha elkezdesz irigykedni, akkor te is goblin leszel. Igen. Vannak. Hát nem, ezek a hiedelmek. Hát ebben a részben egy csomó ilyen hiedelmet elmondanak, hogy ugye itt találkozunk három új karakterrel. Igen. Az egész. Elf, törpe, gyíkember. Igen, és ezek közül az elf, ugye az, aki az előző résznek a végén láttunk, hogy keresi Goblin Slayer. Mondjuk amúgy nem biztos, hogy gyíkember, mert ugye ők, hát nem tudom, ilyen Dragonbornnak szokták őket hívni. De a Japan Synchronban Lizardmannek mondja. Ja, Lizardmannek mondja, jó. Akkor hívjuk gyíkembernek. Mindegy, és Goblin Slayert elkezdik keresni a cégnél. Itt felírtam egy olyat, hogy mágus nő, az a lila hajú, tudjátok. Egy ilyen másik kalandor csapatban. Beavatja a papnőt a Goblin Slayer pletykáiról. Milyen pletykák volt? Nem, semmit nem mondott olyan lényegeset. Azt mondta, hogy egyszer szívességet kért tőle. Ja, tehát, hogy nem az volt, hogy ilyen sugalt ilyen dolgokat, hogy azért, és akkor a csajtod zavarba akarta hozni igazából. Szerintem ott az volt az egésznek a lényege, hogy érdeklődött, hogy most van már csapattársa. Ma ugye eddig mindig egyedül járt, és akkor most a papnőt így hirtelen így felvette, és akkor így elkezdte érdekelni a mágus. De nem felvette igazából, mert a Goblin Slayer az azt mondta a papnőnek, hogy azt csinál, amit akar. Őt nem érdekli, hogyha jönni akar vele, akkor jöjjön. De hogyha meghal, akkor meghal. Hogy érted, ezért fura. Tehát, hogy meg amúgy ez a mágus csinálnak nekem olyan beütése, hogy itt még jobban, meg az előző részben is azt hiszem volt vele, hogy biztos, hogy hozzá akart szegődni, vagy ez valamilyen nagyon... Érted? Tehát ugyan olyan, mint a recepciós, hogy nagyon így rá van függve. Én nem azt éreztem egyébként. Inkább csak max azért ilyen szívességeket. A szívesség az csak annyi volt, hogy tekercset kért tőle. A tekercsek azok meg egy ilyen régi varázslatok, amiket nem tudnak ugye kantálni a varázslók, meg a papok. Tehát azok ilyen le vannak írva, és akkor azt fel lehet használni egyszer. Nem, azon bárki tudja használni. Tehát, hogy egy tekercset te felolvas, és nem, hogy mági használ, akkor a tekercset elhasznál, és akkor így. Igen. A tekercs maga mágikus. Csak nagyon ritkák, ugye. Igen. És akkor azt csinálhat neki. És akkor igazából itt így próbálja szerintem a papnőt zavarba hozni, mert ugye nem mondja, hogy mit adott neki cserébe. Tehát, hogy... Valamint ugye az elf törp egy ikember azért keresi a Goblin Slayert, mert hogy újjászületett egy gonosz isten, akiről szó volt a legelején a résznek, és akkor ezért kérnék fel a Goblin Slayert, hogy segítsen már nekik elmenni és a káoszt valahogy legyőzni. Most a Goblin Slayer rögtön elutasítja az ajánlatot, mert nem goblinokról van szó, hanem valami tök más, ez egy ilyen démon úr cucc, ilyen démon lord akármi, és utána meg... Tehát el van neki magyarázva, hogy épp erről van szó, hogy most mivel, legalábbis én, nekem ez így jött át, de mondjuk itt többet is tudok róla mondani, hogy goblinokról van szó, mert ugye emiatt a démon háború miatt, meg a gonosz isten miatt, meg stb., ami újjászületett, elszegeződött a figyelem a goblinokról. Tehát igazából az ilyen nagy erők már nem nagyon foglalkoznak velük, és így ellözönlöttek bizonyos területeket, ki kéne őket írtani. De a kormány, az állam az nem akarja, meg hogy nem is... Hát igazából itt azt mondja el az elf, hogy ugye egy szent hely, nem tudom, hogy ez mennyire szent, egy szent helyet, ilyen romot foglaltak el ugye a goblinok, ott látták őket, és mondják, hogy nem akarnak oda csapatot, egyik, tehát a három, ugye vannak a gyíkemberek, az elfek, meg a törpök, egyik sem akar oda küldeni egy csapatot, hogy azt higgyék, hogy valamit most csinálnak, és akkor ezért így egymás ellen akarnak menni, ezért egy kisebb csapatnak kéne oda menni, és megnézni, hogy mi történik ott, mert hogy nem annyira jó, hogy egy ilyen szent helyen ott így bent ilyen mocskos lények. Hát azt nem is mondtuk el egyébként, hogy ugye, nem tudom, ti tudtok többet erről a gyűrűkorás dologról, hogy
ugye a törpök meg az elfek azok utálják egymást, ja, és akkor ebben a hármas csapatban is ugye a törp meg az elf az egyfajtában cukkolják, szekálják, húzzák egymást, igen. Ja, ja, ez annyira nem új, szerintem igen. A fantasy világában ez egy eléggé átlag séma. Igen, de elég érdekes, hogy pont egy törpet és egy elfet is egyik embert választott, mert azért a törp meg az elf az mindig utálja egymást, de mindig valahogy egy csapatba kerülnek, és ez kicsit kezd ilyen tömeggyártásba átmenni. Hát, hogy... Mondjuk biztos, hogy van olyan akár köztetek is, meg millió fantasy rajongó, aki meg azt mondaná, hogy ez már egy bevett valami, amit meg nem kéne hagyni, és mindenhova be kéne rakni, ahol vannak törpök, meg elfek igazából, és ez is egy ilyen elfogadható nézőpont végül is. De azt is látom képzelni, hogy van, aki már unja, hogy folyamatosan az elfek meg a törpöknek a cibakodásáról van szó, és nem lát benne eredeti ötletet. Hát igazából itt már nagyon kimerült, mert igazából teljesen ugyanazt csinálták, mint a Gyűrűk Urában. Vagy akár bármilyen másikban is. Tehát nem volt benne új dolog. Tehát ugyanúgy az életkorukat, a magasságukat, a tapasztalatokat. Hát, mennyit tudnak inni. Tehát igen, meg mennyit tudnak inni. Tehát az, amikor mondja az elfcső, hogy 2000 éves vagyok, és 2000 évesen, hogy az Istenbe leszel kalandolt? Tehát hogy akkor már mennyit kéne ilyen tanácsba, meg ilyenek. Tehát azért egy elf éveiben is a 2000 év az elf évben is rohadt hosszú. Tehát az már nagyon idős. Tehát amikor ők mondjuk ilyen 100 évesek, az olyan, mint hogyha nálunk ilyen mondjuk 5 éves lennél. Tehát ilyen 25-tel osztott kb. Valahogy így jól. Azt most nem tudom, mindenhol máshol számolják, de körülbelül így jön ki az átlag. Tehát most gondolom, hogy 2000 éve jelz basszus, és akkor nem tudsz meggyőzni alapból egy embert. Tehát azért érdekes volt, hogy pont 2000 éves volt, töltve meg 108. Tehát, hogy... Igen, én azt hinni, ez mondjuk furcsa minden, ahogy hívják van, fantasyban, ezt meg azért hozzátenném, hogy most elfek, vagy hát nem tudom, hogy mindenben, mert azért annyira nem vagyok jártas egyébként, egy-kettő, amit úgy jobban ismerek, vagy amit egyáltalán ismerek, de hogy amit eddig láttam, lehet akárhány az éves egy elf, mit tudom én, ugyanolyan balfasz lesz, mint mindenki más. Nyilván több skillje lesz az íja, meg mit tudom én, meg többet tud, meg jobban tud lőni, meg bizonyos tekintetben, mit tudom én, többet tud. Meg a tudományokban, meg ilyenekben nagyon otthon vannak, de az érzelmi intelligencia, meg ilyen dolgok, azok az pont ugyanott vannak. Igen, tehát, hogy a... 2000 év az milyen hosszú? Tehát hosszú idő, az előző csapatot is ismernie kellett volna, akik... Na, épp az ezt... Tehát, hogy iszonyú, tehát egy konkrétan kifejlődik egy világ miatt. Igen, hogy 2000 év alatt már akárki is már olyan tudásra kéne rendelkezni, hogy az odabasz mindenkinek, érted? Meg jobban össze kéne rakni a mindent fejbe, mit tudom én, több ideje volt. És akkor ott ülünk egy asztalon, és így... Nem elbotlik a lábába, mint itt. Meg beszekszik egy törpével, meg egy ember 2000 évesen, tehát hogy ezért nézzük, ilyen iszonyú jól kéne tárgyalni, vagy valamit jól, mert amúgy... Szerintem így nem tudott, tehát nem olyan különleges volt. Lehet, mondjuk csaj volt, és nem volt jól megrajzol, lehet ez a bajunk. Nem volt jól megrajzol? Hát mondta is, hogy olyan, mint egy üllő a törpe, tudom. De az, tehát szerintem ez már nagyon elcsépelt. Meg tehát tényleg 2000 évet, azt mondja mondjuk, hogy 500 éves vagyok, azt mondom, hogy oké, ez a 2000. Most el tudom képzelni egyébként, hogy bizonyos rajongókat megzi, akik tényleg jártasokat, én már most ezzel így triggerelünk egyébként, hogy azt ecseteljük éppen, hogy az elfeknek mennyivel jobbnak kéne, hogy legyenek már ennyi idősen, meg ilyesmi. Ki tudja, lehet, hogyha most ránézni egy emberre, és véletlenül élne valaki 2000 évig, mi sem lennénk jobbnak végül is. Hát de... Hát, hogyha a való világban nézzük az emberi fejlődést, azért hát basszik, elég durva 2000 év. Hát durva, igen. De viszont mennyi agyhalott fogyatékos 60 éves látsz, még mi is érted. Lehet, hogy lennének emberek, akik nem tudnának annyit agyilag fejlődni. Meg a hibáikból tanulni annyit 2000 év alatt sem, hogy azt izé. De cserébe viszont szerintem a legtöbben azért igen. Hát, főleg egy élet alatt. Hát, tehát, hogyha egy életen át élsz 2000 évig, azért nem biztos, hogy vissza tudsz reflektálni annyira. Ja, értem. A saját tetteidre. Hát lehet, össze. Hát igen, de gondolj bele, hogy igen, csak hogy náluk mondjuk az első 500 év az olyan, mint hogyha te mondjuk elmennél 20 éves korig, érted? Tehát de náluk úgy jelződik. Hát, tehát, hogy egyszerűen ilyen 2000 év az ilyen iszonyú sok. Jó, de tehát, ahhoz képest általában azt szokták mondani, hogy ugye, vagyis hát úgy ábrázolják az elfeket, mint ilyen bölcs
lényekre, akik ugye az erdőben laknak, és akkor a természettel minden szexuális... De hogyha ha most hozunk ilyen párhuzamot ugye a gyűrűpudára, mondjuk gondoljatok bele, ott az Aaron, ő volt 3700 éves. Uh-huh. És ő nem azt csinálta, hogy igen, kalandozok, de oda, hanem azok már a várost vezetett, és iszonyú nagy knowledge volt mindenben. Igen, de... Hát, és ilyen igazi bölcs volt, és a következő... De azért még ő is balfaszkodott azért egy-kettőt, mint tudom, tehát az érzelmi intelligencia neki sem volt olyan igen, top pont. Hogy a lányát védte meg ilyenek, de akkor se az volt, hogy érted, egy íjjal ugrált, és hanem kiküldte az embereit meg ilyenek. Tehát, hogy ugyanaz, hogy 2000 év, vagy nem tudom, hogy itt most tényleg itt a... Ugye, aki írta, az most itt a 2000 év alatt mire gondolt, vagy hogy akkor a bölcsek meg a nagy elf bölcsek azok itt meg 10 000 évesek, mert azok akkor az összes háborút látták. Tehát azok, hogy... Tehát akik az elfeket vezetik, azok meg így körülbelül olyan ilyen god levelnek. De nem tudod, hogy 10 000 évig élnek-e az elfek. Most érted, hogy nem tudod, hogy meddig élnek, annyit tudunk, hogy csak 2000 éves az elf. Hát akkor valószínűleg igen, de hogyha ilyen fiatal és 2000 éves, érted? Ez akkor lehet, hogy... Hát lehet, hogy több 10 000 igen. Lehet, hogy több. Ezért mondom, hogy ez a szám, ez olyan random volt, hogy ez engem nagyon elkezdett így masztatni. Hát ilyen fantazi. Tehát most gondolj bele, hogy egy geek ember azt mondja, hogy azért, hogy ugye amikor elkezdnek veszelkedni az életkoron, akkor mondja, hogy azért, hogy mi halandók, ugye mondja, hogy we mortals can't handle this, és így azért elkezd beszélni a Goblin Slayer-hez, és akkor de a geek ember az ugyanúgy azért több száz évig él. Tehát most én nem értettem, hogy most lekicsinyítette néhány fantasy karaktert, néhányat meg felbusztolt, valamint ilyen olyan érzésem volt. Mert az elfeket nagyon, nagyon megöregítette. Lehet, hogy elfogult egyébként. De most szerintem ez csak annyi, hogy tudjuk, hogy az elfek tényleg ilyen kitalált lények, akik 2000 évig élnek, ameddig az emberek nem, ugye? Na, de igazából... Igen, most, ja. Ebbe valószínűleg már felesleges amúgy tényleg belemenni, hogy igen. Most akkor mennyire intelligens ez az elf, akivel most találkozunk. Úgy alakíthatja, hogy igen, csak azért az a 2000 év az ilyen logikusan is. Tehát én a logikát néztem, hogy 2000 év ott azért kifejlődik minden, tehát hogy... De menjünk át a negyedik részre, mi szólt? Ja, igen. Mi lenne, hogyha azzal foglalkoznék? Ugye itt elmennek egy ilyen síremlékhez, amit ugye a goblinok fészeknek kiáltottak ki. És... Síremlék? Nem, szerintem egy erődítmény volt. Nem, síremlék. Hát azt írtam föl, szóval gondolom az. De az nem a következő? Nem. Az egy erődítmény volt, csak mert ugye ilyen harctettek voltak, ábrázol volt, meg ilyenek. Nem, hát először ugye a lényeges, hogy ugye itt már kezdődik egy ilyen kis fantazizás, ugye, hogy úgy mennek be, hogy az elf már csapdákat keres, és akkor ott a törpe elmondja, hogy mi a lap. Tehát, hogy kijönnek azok a pörkök, ugye, amiket csinálnak. A kicsi, tehát, hogy mi a lényeg, ugye, hogy a törpe ott lehet a kövekhez, az elf nyomot olvas, és akkor így kicsit ott már látjuk, hogy a Goblin Slayer ugye kicsit tapasztaltabb, mint ők, mert így mondja, hogy menjünk balra, és akkor elmegy jobbra, hogy majd jobbra jobb lesz, és akkor, ott megtalálják. Találják meg én a túlélőt. Hát őt aztán megmenekítik, és akkor... Igen. Itt találkozunk először egyébként egy íkembernek a képességével. Igazából az érdekes, mert mindenkinek a képességével ugye találkoztunk. Tehát ugye az elején, hogy az elf ugye nyomot olvas, utána a kőhöz ért, utána meg hogy látjuk, hogy ő egy ilyen elekékkel dolgozik. Tehát, hogy mindegyik megvillogtatta, hogy mi a tudása igazából. Ja, de igazából hát az elf az nyilván nyilaz. Igazából ennyit. Ismeri a terepet. Igen. És akkor kimenekítik egy ilyen csontgyíkkal. Ja, igen, a sárkányfogharcossal. Amit az egy idéz. Ja. Fontos. Igen, ilyen kis fogakkal. Ja. Az tényleg menőképes. Ez a talizmán. Igen, van a fókuszája. Itt akartam még annyit mondani egyébként, hogy abból a szempontból, hogy a lore nem olyan deep egyébként, meg nincs annyira bemutatva, szerintem én azt mondanám, egy kicsit lusta is a dolog, mert ilyen tudom én milyen, tehát ilyen a saját világunkban is fellelhető, régészetileg fellelhető ilyen dínó nevek voltak használva, meg ilyesmi, az nem volt annyira extra szerintem. Igen, ez a Brontosaurus elején. Elmormolta ezeket a spelleket, amikből idézett dolgok. Meg amúgy én most nem értettem, de azt majd a végén, mert kicsit zavaros volt ez, hogy ő most kiktől származik, mert
mindegyiknél, mert itt amúgy, itt elkezdi ugye a dinókat sorolni. De ő meg azt mondja, hogy ugye, hogy sárkány akar lenni. Tehát akkor most a lóri az, hogy a sárkány, tehát hogy most az a lóra akkor, hogy vannak a dinók, a gyík, tehát mint az evolúció, hogy vannak a dinók, a gyík emberek, és utána jön a sárkány. Nem, szerintem itt inkább annyi volt, hogy ilyen nagyobb nevek, tehát mit tudom én, a Brontosaurus például, ez valószínűleg valami ilyen nagyobb ősi, tudod, ami a gyík embereknek a vallásában ilyen istenségszerű dolog. Azt mondom, hogy akkor az evolúció így, hogy jön a gyík, a dino, gyík ember, sárkány, tehát hogy... Nem hiszem. Szerintem ennyi. Igen. Mert fura volt, mert... Hát hüllő-hüllő. Sárkányként hivatkozik magára, majd dinókhoz imádkozik, ez ilyen... Érte? Jó, hát... Nevek. No. Tehát ez olyan, mint hogyha szabáld meg a ló. Tehát, hogy... Jó, de most Jézushoz is imádkozol, miközben ő nem Isten. Ő egy dino. Dino. Meglepődtél volna, hogy Jézushoz imádkozik a gyékemben. Jó. Keresztelt, hogy... Jézus Saurus. Jézus. Hát igen. Találnak ugye egy ilyen nagy teret, ahol minden goblin... Hát küldtök, találnak, és akkor ezt a síremléket. És akkor nem akarnak zajt csapni, és itt találkozunk a törpének a varázs képességével is. Igen. Ugye itt némaságot meg bódulatot varázsol a goblinokra, és akkor mindenkit kinyírnak csendbe, aztán megjelenik egy ogre. Egy ogre, basz. Elkezd tűzlabdázni. Jó, még a Goblin Slayernek is egy új. Főleg neki, mert... A legjobb mondata elhangzik az egész sorozatban, ez a megjelenik, és egy... Ez nem egy goblin. Ez nem egy goblin. Végig követ az egész sorin egyébként, mert az egész évadon az, hogy nagyon, nagyon obszeszd egyébként a goblinokkal. Tehát nem csak, hogy bosszú vágy, hanem tényleg csak a goblin. És ez nekem egyébként az elején nagyon bejött, nagyon vicces volt, aztán olyan sokat mondta, hogy már úgy meguntam, meg egy kicsit még idegesített. Nem, ugyanazt a poént is még. Igen, tudom, egy kicsit még idegesített is, és utána pedig már annyi szomlott, hogy megint kurva vicces lett az egész, akkor meg már így átestünk a ló túloldalára, mert tényleg folyamatosan erről beszél, akkor meg már azért volt vicces. Az egyik tekercset megmutatja, hogy mi volt, ami... Viszont ugye az ogréről kiderül, hogy ő a Demon Lordnak az egyik hadúra. Ja, igen. Itt is köthetjük a démon háborúhoz. Tehát azért jöttek ide ugye az elfék, az elf csapata, hogy ezt kiiktassák, mert igazából ugye... Eddig ezt nem tudták, csak mondjuk itt amúgy annyit megjegyeznék, mert ezt így az egészbe akartam, de hogy ez a rész amúgy már mutatja, hogy amúgy a goblinokat nagyon lenézik, de a goblin az olyan, mint a saktáblan a pound, az micsoda, a gyalog. Tehát, hogy paraszt. De nem, hát ez a goblin az tényleg, ez egy feláldozható valami, és tömegében vannak. Tehát igazából őket arra használják, hogy így rohadt sokan vannak, tehát egy sereget kitesznek. Tehát, hogy nagyon genyók tudnak lenni. De ezt is mondják még az első részekben, hogy ugye a goblinok azok gyengék, oké, meg buták is, de hogyha csapatban vannak, vagy többen vannak, akkor az már azért veszélyes. És ezt látjuk is, hogy veszélyes. És akkor itt látszik az, hogy ez a Demon Lord ez konkrétan idehozta a goblinokat, hogy legyenek, az ő csapata volt. Tehát amit elintéztek, az konkrétan az ő csapata volt. Igen, tehát és így... gyakorlatilag állomásoznak így különböző helyeken, hogy valószínűleg majd mozgósítani tudják ezeket a seregeket. Ja, van itt egy kis stratégia, meg minden. Tehát, hogy nem feleslegesek, tehát mindenki gyengének tartja őket, meg hogy menjenek a kezdők a goblinokhoz, mert az egyszerű, de a goblin az egy iszonyatosan nehéz ellenfél amúgy. Jó, most ugye hát sokan kettő, vannak, igen. Akkor oda mész, lerugod a picsába. Igen, okay. Valószínűleg egyébként eleinte nem volt ilyen céljuk, most itt fészkelnek itt, meg ott, akkor néha lehet őket írtani, de az, hogyha így mozgósítva vannak, akkor az már sok. Ez pont azt mondja, hogy ha irányítás alatt vannak, akkor mert fejlődnek, tehát hogy tanulni tudnak, az irányítás alatt iszonyú. Jó. De hát akkor itt azért megtudjuk, hogy ember azért a Goblin Slayer, meg kap egy pár ütést, ami nem annyira jól néz ki utána. Igen, elkapja az ogre. Igen. Azért. És utána megiszik egy-két potiont, hogy meglegyen. Varázsitalt, hogyha magyar nézőink, vagy hallgatóink nem tudnak angolul. Staminát,
nem úgy teszem, hogy ebből stamina. Állóképesség. Állóképesség, de tényleg. De ezt mondjam úgy magyar, hogy állóképesség, meg gyógyítás. És megisszeljük, lecsagolja, aztán megtudjuk, hogy mit csinál az egyik tekercs. Igen, igen. Tengelyfenekéhez kötötte. És igen, és ott olyan nyomások vannak, ugye, hogy ahogy átjön a víz, szétvágja igazából mint az ogrét. Igen, mint egy magas nyomású mosó. Ja, vagy megyek, ezt mi az? Igen. Igen, szétvágja. Igen, valószínűleg beléthat volna. Mert láttuk azt, hogy ez az ogre egy iszonyú erősen áll volt. Tehát, hogy tűzgolyon dobott, de nem kicsit. Utána elkezdte magát hillálni, ahogy vágták, és még a szemét is teljesen visszagyújtott. Igen. Tehát azért nem igen, egy kis ellenfél volt. Regenerálódott teljesen. Tehát ugye lehet, hogy ez a tekes nem lett volna náluk, akkor... Hát ez valószínűleg nem temetés lesz, tehát hogy... Ja. Igen, hát egy tűzgolyó csinált még egyet, ugye elkapta a tekercset vele. Ez volt, nem? Attól robban szét. Igen. Ki spriccelt a víz, levágta a... Mert amúgy az látszik... Az látszott, amikor bent voltak a barlangban, és hogy ugye ezt is átvette, hogy ugye a varázslóknak fókuszálniuk kell a varázslataikra. És valószínűleg ott is, amikor szét darab volt, akkor elvesztette a fókuszt, ugye, mert de sem tudsz fókuszálni, hogy fél darabba vagy, tehát, hogy... és akkor tudod, elengedte a tűzgőt. Tehát a tűzgő nem robbant föl, hanem amit láttunk, az a kivillanás, az a víz volt. Ja, igen. Tehát, hogy a tűzgőt már nem dobta el, mert... Ja. Mert attól még ugye, hogyha eldobja, akkor ugyanúgy eltalálja őket, csak ugye elvesztette a fókuszt. Mint ugye a csaj, amikor a fényt nem tudta kitartani a barlangba. Uh-huh. És akkor... Mindenesetre végtag nélkül marad az ogre, Goblin Slayer megöli, ja. Csak egy kicsit alázza még előtte, tudod, hogy nem... Mint ugye nem falhoz baszta volna az előző 5 percbe, tehát hogy így... Hozzájuk szegődnek, nem? Tehát ott döntik el, hogy csapattá válnak. Nem. Nem, ott inkább meglátják azt, hogy ő tényleg ilyen nagyon, tehát az egy profi. Tehát az a képes, hogy goblinak a tör, csak azért elég profi. Hát ez is Tramgyahoz hű. Mindom, tehát hogy azért nem... Jó. Nem véletlenül kapta azt a Tramgyahoz. Itt két történetszál fut egyébként az 5. részben. A Goblin Slayernek a szál, meg van egy ilyen kalandoros szál, ugye az újoncok, egy ilyen fiatal kardos gyerek, meg egy ugye ilyen varázsló nő. Szóval. Aha. Igen. Amikor ugye város alatt vannak ilyen szörnyek, ilyen kis patkányok. Csatornák, igen. És akkor ott ugye ez a kalandor fiú elhagyja a kardját. Kölcsön akar kérni a céhben a többi kalandortól fegyvert, de senki nem ad nekik. Úgyhogy ez a lila hajú varázslónő ad nekik egy gyertyát, amivel meg tudják keresni az elveszett kardot, és akkor végül is lemennek. Mondjuk itt még történik a recepciós egy fontos dolog, ami szerintem fontos, de hogy ugye kiemeli azt, hogy üres kézzel tértek vissza, és hogy így nincs jutalom. Tehát a cél az nem csak úgy osztogatja a pénzt, meg így azért, hogy így, jaj, akkor most így kiosztunk neki két kardot, meg ennek, hanem tényleg ez de nyilván a tettekre ad meg arra, hogy azért. Tehát... De lementek, és nem végezték el a küldetést. Miért kapnának érte bármi? De itt ez a jelenet, ez konkrétan azt sugalja, hogy a cél lesz adja, hogy jelsz-e vagy halsz-e. Tehát, hogy az, hogy nem az a lényeg, hogy visszajutsz, vagy hogy elmondod, hogy hát leszúrtunk egy patkányt, de ez a konkrét az hogy elmész oda, vagy megcsinálod a dolgodat, vagy nem vagy senki. Na igen, tehát ilyen nevű biztosítás, meg ilyenek itt nincsenek. Igen, tehát, hogy... A lényeg, hogy visszamérsz sebzettel, nem adnak neki fegyvert, meg ilyeneket. Ja, meg ilyen leasing nem nagyon van. Tehát a saját felszerelésedet kell megvenned, saját fegyveredet kell megvenned. Igen. De, ja, tehát a cég az igazából csak a küldetéseket adja, és ennyi, meg a jutalmat. Ugye. Tehát, hogy nem ad pénzt neked, semmi. Tehát, hogyha nem csinálod a dolgodat, akkor annyi. Tehát, ha te kalandod el kezd válni, akkor az nagyon kemény élet. Tehát... Igen. Papnőt közben előléptetik. Hogy az ogre ölés ebbe segített, hogy... Igen, és... Eladhatott pár goblin. Elmegy jelentést tenni a főnővérnek igazából. Ennyit írtam, és ezek a kalandorok segítséget kérnek a Goblin Slayertől, hogy ugye mégiscsak tapasztaltabb, mint ők, és bunkót ajánl a patkányok ellen kart helyett, mert ugye azzal könnyebben lehet ütni. De amúgy az teljesen logikus. Arról volt, hogy elhagyta a kardját, akkor De ez úgy logikus, amit mondod, de nem kell célozni, bazzak, mit szólsz? És egyébként jól is használja, mert sikerül vele megölni egy patkányt, és akkor tökre örül neki. Ja. Hát
Hát meg ugye, amit a lángyás mond neki, az is lényeges, hogy adhatna neki egy lángyát, és tudja használni. Tehát, hogy ja, hát nem így, úgy működik, hogy megfogom is így plusz egy skill level. Tehát, tudni kell használni a fegyvereket, tehát érted. Mert akkor adat se tudta használni, azért, azért vesztette el. Tehát, hogy hája, beleszólult. Itt azért látjuk azt is, hogy a zöldfüleket amúgy nem képzik. Tehát, hogy ők így kalandorra akarsz lenni, akkor veszel pár cuccot, azt elmész, és elkezded csinálni. Tehát, hogy ez ilyen tapasztalat alapú. Hát jó, de a papnő az mégis tanulta a képességeit. Tehát ő ugye valahol képezték, igen, meg írni is, hogy, számolni is tud. De, hogy de láttad, hogy akik meg így csak így oda mennek, hogy kalandorok akarnak lenni, az annyi. Tehát, hogy megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy a cég maga nem nyújt semmit. Igen, de mondjuk azt is furcsálom egyébként. Ebben nézve nincs szó még az iskoládon, nem? Milyen iskolában? Vagy a nagy oktatókat akarnak. Hát, nem az vagy. Mi furcsálsz? Hát, hogy a cég, mint munkaadó, ugye, hogy vehet fel olyan embereket, akik képzetlenek. Na, ide honnan tudják, hogy nem balfaszok az emberek, akiket felvesznek kalandra. Ez nagyon jó fázom, de emlékszem, mit kezdett az elején a csaj a recepciós a papnőtől? Hogy tud-e írni, olvasni? Vagy segítsen kitetni? És azt mondta, hogy igen, tud. De akkor ezek szerint van egy csomó olyan, aki nem tud írni, olvasni. Tehát nem végzett el. És szerintem itt az van, hogy ebbe belekerül már az egész világ. Tehát, hogy szerintem itt arra hajaznak, hogy ha te tényleg harcosnak születtél, akkor hajt valami téged, hogy kalandor legyél. Érted? És hogyha te odajössz a célba, és azt mondod, hogy én kalandor leszek, akkor igazából az univerzum segít neked, hogy eljuss a végcélodig. Érted? Tehát, hogy például a lángyás is valószínűleg oda ment így, hogy vagyok. Tehát, hogy nem úgy páncélba meg izébe ment oda, hanem oda ment, és akkor tudod, hogy elkezdett ölni. És rájött, hogy ő neki ez a hivatás, és elkezdte magát képezni. És érted, és szerintem ebben benne van az, hogy az univerzum egy kicsit így rájuk segít. Mert ugye a Goblin Slayer is, ugye, hogyha ha megnézzük a Goblin Slayer-t is, ő is kapott egy traumát, és valahogy így kifejlődött azzal, hogy így nagyon durván érted, tehát hogy el volt hivatva ahhoz, hogy neki oda kell jutni. Tehát, hogy szerintem itt van egy ilyen benne, hogy ez a... Ők feldobnak egy érmét, hogy te most, ha az első küldetésedet túléled, akkor onnantól kezdve már vagy valaki. Érted? Igen, és akkor valószínűleg ott már kőben van vésve az utad. Igen. Tehát, hogy igen. Nem, annyi, hogy amit akartam még az előbb mondani, hogy nem, szerintem nem fura annyira egyébként, hogy a cég nem szelektál, mivel mit szelektáljon, érted, akinek sikerül, annak sikerül, akinek nem, az nem juttatást, ők úgy se adnak, nekik nem kell energiát pluszba lerakni, nincs veszteni valójuk akkor se, hogyha jönnek ezerrel, és abból a fele meghal az első küldetésén. Hát jó, de nem éreznek hát felelősséget? Nem, ez egy természetes kiválasztódás szerintem. Ja. Hogy, nem tudom, hogyha én lennék a recepciós helyében, én biztos, hogy lelkiismeret fordulásom lenne. Tehát, hogy kiadsz valakinek egy küldetést, nem jönnek vissza. Igen. Jó, hát mondjuk nekem recepciósként nem, de nyilván van egy főnök. Ja, vagy valaki, akinek igen, lehetne lelkiismeret fordulása, de ez egy kemény világ. Főnököt nem láttunk. De igazából nem, szerintem ez a része amúgy elég jól be... Tehát a recepciós az látszik, hogy ő egy ilyen, mondjuk azt, hogy kőszívű. Tehát azért ő nem féli azt, hogy azt mondja, hogy kisebb szintűek a goblinok, érted? Tehát ő azt mondja, hogy életemben nem láttam még mennyi oda, aztán ölj meg érted. Tehát egyébként ugye ebben a részben még vannak ilyen előléptetéses interjúk. Ja, igen. És akkor ott a Goblin Slayer lesz a felügyelő. Igen, nincsen felügyelő, éppen vagy valami ilyesmi volt. Igen. Tehát valami van, küldetésem van. Nekem meg elég jó, neki sugárzásom, hogy akkor üljön ott, mint vizsgabiztos. És akkor... Igen. És akkor... De igazából én szerintem ezt mindenhogy elfordították, szerintem ez egy védő. Vagy pont azért, hogy ne tudják megtámadni ugye a recepciós. Hát valószínűleg azért volt ott, mert ugye mindenki, vagy hát az, aki ott volt, az a Rea. 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 Igen. Tehát az ugye... egy kicsit azért hezitál, hogy megölje a recepcióst, mert ugye ő a vizsgáztató. Hát az előléptetéseket ő fel. Tehát itt volt egy ilyen, hogy ahhoz, hogy előléptesnek egy interjút kell csinálni. Ja. Mert tehát, hogy megérdemled-e? Igen. Mert van egy hőstetted, gondolom valaki felé, hogy
ez az ember megölt két ogrét, és akkor utána te oda mész, hogy én megöltem két ogrét, ezért szeretnék feljebb lépni, érted? És akkor ez ilyen kicsit ilyen állásinterjúszerűen így, hogy miért léptessenek elő, és akkor most kiderül, hogy az én, mert van, aki néha hazudik az önéletrajza. Igen, van egy hazugságvizsgáló, ez ugye ketten ülnek, plusz a vizsgabiztos. Meg a hazugságvizsgáló. Hát igen. Igen. És akkor a hazugságvizsgáló is egy igazából ilyen... Igazából elmondod igazságkörét, amit ki is mond, és akkor nem tudsz benne hazudni. Ennyi az egész. Hát, de ő is egy ilyen, hogy hívják ezt? Pap. Papnő? Papnő. Csak hogy van-e valami vallás, ami alapján... Nem, mondja, hogy az igazság... Ja, az igazság Isten, tényleg. Az igazság Isten, és hogy mondja, hogy a... Fú, mert van a hazugság istene, és mondja, hogy valamivel keveredik az igazság istenét, és akkor itt belemegy ilyen nagyon mélyen, ott megpróbál a lovatba, de fogod, ez olyan szinte követhetetlen, hogy most nem mindegy. Tehát, hogy... Igen, az a baj, hogy ez a vallási része, ez tényleg egy kicsit ilyen fura. Tehát most a kis papnő is kihez imádkozik mindig? Valami földanyához? Földanyához. Miközben van a fénynek, tehát akkor miért nem fény? Vagy értitek? Tehát akkor miért nem a fényhez, vagy valami ilyenhez imádkozik? Hát igen, nincs elmagyarázva nincsen, és nem is biztos, hogy van mögötte olyan logika, amit keresni kell, lehet csak úgy random, nyilván nem teljesen random szabad, de nincs egy olyan lore, amiben lehetne kapaszkodni. Hát a pap az mindig ugye, ő igazából úgy kapja a mágiáját, hogy imádkozik. Tehát ő abból kapja, nem olyan, mint a vadászlottól, hogy tekercsekből tanul, vagy saját magát, ugye, vagy izé, mint ugye a csaj, amikor meggyújtja a pipáját, hogy mond egy szót, és meggyújtotta. A másiknak meg teljes mondatokat kellett elmondani, ugye ebből látszik, hogy vannak szintek a varázslók között. Hát, de valószínűleg azért, mert vannak ugye ezek a varázslónők, ugye, mint a lilahajú. Tehát ő, gondolom, hogy ő varázslatokat tud. Igen. És akkor vannak a papok, akiknek nincs magukban mágia, igen, hanem valakitől kérniük kell. Ja, meg ilyen áldásszerűek. Igen. Hát szó szerint imádkozik érte, hogy megkapja az erőt. Tehát, hogy... És ugye minél erősebb a hitük, annál erősebb a cucc. Tehát... Igen. Mondjuk azt nem tudom, hogy ugye a papnő az három varázslatot tud használni, vagy az hogy tudja megemelni, azt nem tudom. De valószínűleg itt fogalmam sincs. Volt egy rész, amiben ilyen elég érdekes, de olyan, mint hogy körülértek volna, hogy ez ilyen tapasztalaton múlik meg erőn. Tehát, hogy a saját magad, mert ugye a mágus is ott, tehát hogy mondja a kis mágus csaj, amikor lemennek a patkányokhoz, hogy egy varázslata van. Ja. Viszont ugye a lila hajú, az meg oda használja a mágiáját, hogy meggyújtsa egy pipát. Tehát igen, akkor, hát, de valószínűleg hogy... ilyen van több, sokkal több. Mert ugye a törpe is mondja, mert mindig kérdezi ugye a goblin szerint, hány varázslatotok van meg, és akkor mondja, hogy van három, de hogyha ellövöm ezt, akkor már csak kettő van, mert mondja a törpe, hogy van kettő, meg van még ezek, és akkor így számolgatod, de igazából én ahhoz kötöttem, hogy valószínűleg ez ilyen nagyon tapasztalt jótan megy, vagy hogy mennyire, vagy szerintem ez már fizikális, hogy mennyire vagy erős. Valószínűleg fejleszteni kell valahogy. Ja, hát igen, még csak filozni lehet, meg teóriákat levonni. Az a baj, nekem ez viszont az előző rész volt, amikor számolgattak, ez annyira ilyen D&D-s volt, hogy neked hány varázslatod van még ezt a csapatot? Meg tudjuk ölni, és akkor hogy beszélsz meg, hogy hány varázslatod? Honnan tudod, hogy hány varázslatod van? Tehát én azért ezt nem magyaráztam semmi, hogy... Meg azt nem tudom, hogy tudják, hogy újra töltött. Most pihennek egyet, és akkor már megint három van. Igen, nagyon ez olyan, D&D amúgy, hogy így long rest-tel. Nagyon matek, tehát, hogy nagyon ki van, olyan, mint hogyha egységekről beszélnénk, és nincs ilyen. Ez nem olyan fantasy-s egy kicsit, nem ilyen, mit tudom én. Kicsit általában ilyen bizonytalan szokott ez lenni, vagy érzi az ember, vagy mit tudom én. Ezek konkrétan tudják a számot, hogy mennyit tudnak ellőni. Igen. Ez a fura. Ez más mondta, de ezt eladtam, hogy olyan, mint hogyha most azt mondod, hogy menjünk el futni. És te meddig tudsz futni? Ja, amúgy. Tehát, hogy ez nekem nem olyan, hogy azt mondod, hogy hát én tudok 2 kilométert. Oké. És akkor 2 kilométeren így megállsz, hogy én innentől csak gyalogolom, hogy nem tudom, húzom magam. Sőt, nem is tudok menni sehova. Tehát, hogy mert ugye minden, tehát például
egy csomó ilyen fantasy filmben, vagy ilyenekben, azt mondják, hogy energiával táplálkozik. Például gondolom a Witcherben ott ugye a növényeket, meg ilyeneket tönkre teszik maguk közül, amikor varázsolnak. Igen, valahonnan jön az erő, van egy kis... Egy mana, vagy valami ilyet, tehát, vagy ilyen potion-eket isznek. És meg egy, ha, van három. És így... Oké, de jó. Miért? Tehát, hogy így... Miért nem öt? És akkor, igen, neked kezdve. Ja, de én a gyékembennél akadtam ki a legjobban. Ez volt, hogy van három, de hogyha elhasználom a csontit, akkor már csak kettő maradt. Igen, hogyha elhasználsz egyet, akkor már csak kettő maradt. Tehát, hogy nem értettem a számolást. De azt mondta, hogy van három, de hogyha elhasználok egyet, akkor már csak kettő. És így... Nem szerintem, kíváncsi lennék meg. I can count. Igen, majd meglátjuk, hogy de nem, egyáltalán nem izom benne, hogy ez később jobban ki lesz fejtve, hogyha ebben az évadban nem volt, akkor ez nem lesz jobban. Én erre már rá tudom húzni, hogy ez lazy writing. Ez egyértelmű. Tehát ez abszolút. Ötödik résznek a vége, ott egyébként kap egy levelet Goblin Slayer. Ja. És nagyjából ennyi. Hogy különleges felkérés. Ja, igen. És akkor itt állnak össze igazából így ötösbe. A hatodik rész pedig azzal indul, hogy a Demon Lordnak... Demon Lordon rajta üt a hősnek a csapata. Tehát itt találkozunk először azzal, hogy léteznek, vagy létezik egy ilyen hős csapat, akik szembeszállnak a Demon Lorddal, hogy ugye megállítsák. Mondjuk szerintem itt az egyik ilyen olyannal, mint az Ogre, ilyen Warlorddal találkozunk, ilyen hadúrral. Azért az elég, mert amikor... De az a nagyfőni, mert utána... Az a nagyfőni. Igen, mert utána már mondják is, rögtön váltunk a jelenetre, amikor mondják, hogy le is lett győzve. Amúgy igen, a nagyfőni. Igen. Ja. Tehát, hogy ugye egy ilyen lányokból álló csapat, három lányból álló csapat, és akkor egyébként az vicces volt, hogy annyira gyorsan ledarálták azt a részt, hogy így megjelenik a Demon Lord, oké, megjelenik a hős csapata, megkérdezi, hogy hát hogy találtatok? Hát ráhajbáztunk amúgy. És ennyi vágás, legyőzték a Demon Lordot. Ja, tehát tulajdonképpen többet szabunk a goblinokkal, mint a főgonosz. De nekem a kockadobás után a második ez volt, amikor olyan volt, mint hogy egy cutscene-t láttál volna egy játékból, hogy így, hát ez történt, és így visszahozzánk, és így akkor tudod így ez a, vagy legyen valami, tehát a külvilágban is legyen valami ilyen képed, de ennyi. Tehát igen, tehát szerintem na mindegy. És te megjelenik ember, hogy Goblin. A felkérés Goblin Slayerhez a vízvárosából érkezett, ugye a kartforgató hajadontól, aki az előző hősnek a csapatában volt, harcolt a Demon Lord ellen. Az előző Demon Lord, ugye nem is ugyanarról beszélünk elvileg. Nem, ez egy másik. Igen. Tehát látjuk is a képet egyébként, hogy az előző Demon Lord, az egy ilyen rohadt nagy, ilyen démon szárvas, ilyen szarvakkal, ez meg a mostani egy ilyen csontváz. Annak a jobb keze így jött, hogy aki azt tudja, srácok, most mi megcsináljuk. Földök nem tudta, mi még mi itt az időnk. És... We can do this, guys. És igazából azzal csalogatják oda a Goblin Slayert, hogy egy zsák aranyfejenként a jutalom. Ne, az nem érdekli. Azzal csalogatják oda, hogy leírja azt, hogy lányokat hogy elküldött lányt valami nem tudom hova, és akkor, hogy megtalálták a hulláját, hogy kibelezve. Nagyon fontos. De azt, azt már ott mondja el a hajadon, mondja el. Nem, azt mondja a levélben. Nem, a levélben csak annyi van, mondja, hogy... De tudja, de viszont, én szerintem is ott mondja el, de viszont azt tudja, hogy nem az arany fogta meg szerintem. Nem. Szerintem nem mondja. Azzal próbálják csalogatni, azt mondtam. Nem megfogják, azt mondtam, hogy csalogat. Tehát azzal próbálják, tehát az a jutalom igazából. Tehát egy zsák arany fejenként, és akkor beletart az elfnek a csapata. Tehát az elfék vele mennek, mert őket meg az arany érdekli. Ugye oda jönnek az érsekhez. Igen, igen. Hogy ugye ők küldte a levelet, és akkor a papnő az teljesen felzsom, hogy oh my god, izé. Ugye, hogy egyik izé bálványa a papnőnek. Annyit tudunk meg, hogy a város alatt tanyáznak a goblinok igazából. Annyit még az érsekről, ugye, ahogy azt elmondja, hogy azért bírják, mert hogy ő is a semmiből. Tehát ő is egy kis faluból jött, és akkor feltornázta magát ilyen nagy képességekig. Hmm. Ugye ez lényeges, mert a későbbiekben majd ugye kiderül, hogy ez miért lényeges, hogy ő is kis faluban jött. Ja. Ugyan a hajadon. Ja, igen. Ezt meglátjuk a hajadon.
Nincs, nem a szemét nézünk. Nem látja, hogy hova nézel, tudod. Igen. Mondjuk, ti elgondolkoztatok, hogy hogy forgatja azt a kardot? Mert én most így a fizikán gondolkoztam, hogy mérleg van a két oldalán, de lefele áll, és a penge is lefele van. Tehát, hogyha megfordítod, a két mérleg lefele áll a kezedhez. Hú, ez most nincs meg. Nincs úgy van a kardja, hogy jön így, és a két oldalán... De az nem ugye... egy igazi mérleg, te. Az csak egy ilyen dísz. Oké, okay, és nem mozog. Megfordgat, de mozog. Nem mozog. De. Mikor mozgatja a kardot, mozog. Azért néztem, hogy ennek olyan fizikája van annak az ütésnek. Tehát... Jó, tudod, én nem a kardot néztem. Ja, bocs, milyen színű volt a kötés, tudod? Ebben a részben még elmennek ugye a csatornákba, találkoznak egy goblinokkal teli hajóval, amit ugye nem ritkán lát, vagy nem gyakran lát az ember, amit furcsálnak is. Hát, megpróbálják legyőzni igazából, de aztán felbukkan egy mocsári sárkány. Az elsőt legyőzik. Az elsőt legyőzik, utána jön több hajó. Kettő hajó van összesen, az elsőt legyőzik, igen. Azt is. Nem, utána még jön három. Igen? Csoda? Igen, még három hajó jön. Ja, sok hajó van, azt igen. Ja. És így jön, és akkor így egyszer, és ugye az első hajónál látják, hogy rohadt nagy fejjel krokodil, így kicsap. Mm. És ugye elkapja az egyiket. Igen. És elkezdenek futni, hogy a goblin az még oké, okay. Ez nem goblin, ez nem goblin. És akkor utána előállnak a tervvel, aztán jön. Hát igazából igen, annyi a terv, hogy az aligátort oda csalogatják a hajóhoz, egymás ellen fordítják egymást. Szóval az, hogy a farkára teszik a fényt, és akkor az, mert hogy a goblinok a fényt az emberekkel izélik, és akkor úgy Igen. Tehát a hajót oda csalogatják a krokodilhoz egy fénnyel. Itt a Goblin Slayer megjegyez egy olyan kommentet, hogy valaki megtanította őket hajót készíteni. Igen, mert ugye ők... Hát ők maguktól nem gondolkoznak így. Egyrészt nem gondolkoznak így, másrészt meg félnek a krokodiltól. Igen. Ha tudnák, hogyha mozognának ebben a környezetben maguktól, és itt szaporodtak volna, meg itt izéltek volna, akkor tudnák, hogy nem kéne belemenni a folyóba, mert ott a probléma. Ja, igen. Nem, de valaki építi, vagy építeti neki a... Tehát, hogy valahogy máshogy jutnak be a város alá, igazából az assúban. Igen. Tehát ezek nem ősvonosak a város alatt a csatornák. És hogy van valami nagyon megint azt mondja, hogy van valami sámán, vagy a hadúr, vagy ilyen, és akkor így kb. Felsorol az összes ilyen nagyon goblin fajtát. Az most, bocs, hogy visszatérlek, de az még nagyon tetszett, az szakadtam egyébként, amikor mikor bennülnek a papnővel, vagyis az érsekkel. Hát amikor körben ülnek és beszélgetnek, még csak mondja nekik a sztorit, hogy mi történik, hogy van. Ott ülnek, és megszakad a beszélgetés, vagy az a vége, majd befejezték, és akkor Goblin Slayer kérdez valamit az érsektől. Mi a kötveszem, nem tudja, hogy tőle kérdezni. Nem szól vissza. Ez meg... Ha? Ore tachi wa doko kara mogureba ii? Oi. Hai. Nem tudja, hogy őt kérdezni, akkor nem szól mit. Ezek, jó, bocsánat. Igen, ez azért is volt vicces, mert elvileg ezt az érseket, ezt ilyen így nagy tisztelettel kell, azért valamennyire egy kicsit, így az meg, ami a faszom, mondjad meg. És így mondja a papnő, hogy bocsánat, csak mi itt vagytok, és... De amúgy azt nem értettem, hogy ez a csaj, ez most csak egy kardforgató vagy? És én nem értettem, mert úgy sugallta, mint hogyha látná, meg úgy mindegy, meg visszatelek el. De fura egyébként, mert amikor megérkeznek, akkor tudja, hogy megérkeztek. Tehát, hogy ő most egy mágia használó volt, vagy csak egy sima kardforgató. Tehát, hogy aztán kiderül, hogy nem, de majd az úgy is kiderül. Hogy derül ki, hogy nem? De majd hogyha odaérünk. Jó, akkor mikor érünk oda? Tehát most a hatosnál tartunk, most hogy jutnak el? Hogy van vége annak? Hogy visszamennek föl, igen, és akkor visszamennek, nem? Vissza. Igen, utána visszamennek. Itt van egy olyan, hogy a papnő és a hajódon együtt fürdenek, beszélgetnek, stb. Ugye a hajódonon van egy csomó seb hely, amit nem mond el nyilván. Nem kérdezi meg. Na itt már a fókuszáltam, hogy a sebhelyekre ezek pont amikor semmi nincs rajta, tudod, mi az ő sebhely, mi a kidolgozott rajz, ez a sebhely, tudod. Én ezt a papnőt, ezt én nem értem. Oké, hogy 15 éves meg minden, de most így bemegy egy fürdőbe, ahol pucélem fürdik, és te meglepődik, hogy valaki bejön, de pucélem. Tehát ez ilyen... Nem. De, hát nem. Megilletődik. Azért, mert a hajodon jön be, aki a példaképe. Tudod.
Az is egy ember, bazzik, hát ez itt lehet okay, de... Nem értettem, miért akarja el magát, tehát ez ilyen ura dolgok. Mi, bazd meg, te bazd meg ott lóbálnád a lomposodat, hogyha valaki bejön, de... Ki a példaképet kell? Okay. Én magam vagyok a példaképem. Az igen. Akkor tükörben nézd. Na, addig miközben fürdenek, a Goblin Slayer ellenőrzi a cégnél, a helyi cégnél, hogy milyen küldetések vannak, és... Mi? Szóval, hogy van cégnél? Hát mert... Neki kell valahogy mondani, bazdmeg. Bazdmeg, nem tudom, azt mondani, cég. Cégnél. Cégnél. Olyan hülye szavaink vannak egyébként, mi az, hogy cég? Ja, akkor mondom, hogy mi az, hogy cég? Bazdmeg, mi az, hogy cég? De magyarok vagyunk, magyar... Magyar közönségnek mondjuk, érted most? A guild néha. Hozzak a tudom, hogy cégla. De, szóval mindegy, nincsenek patkányölő küldik, pedig elég nagy a csatorna. És akkor ezt így megjegyzi magának. Meg amúgy, itt amúgy érdekes, hogy ugye ebben a városban azt mondják ott a kalandorok, hogy nem láttak mi elfet. Ami hogy kicsit fura. Tehát, hogy... Hát igen, amikor besétel, akkor mondják, hogy nem láttak még high elfet. Mert ez egy high elfre van szó. Tehát, hogy ez ilyen érdekes, mert akkor ez csak egy emberváros. Tehát, hogy akkor szó szerint nem keverednek ennyire? Hát valószínűleg. Mert nekem az azt sugalja, hogy akkor konkrétan mindenkinek megvan a kis saját helyei, érted? És akkor mindenki gyűl, és így... Lehet, erről sem tudtunk meg, hogy ki honnan jön pontosan. De igen, nem láttunk, hogy kevered. A legtöbb az ember, amit láttunk. Bár mondjuk én azt nem értem, hogy ha az NFL meglepődnek a gyíkembre, hogy nem? Tehát, hogy besétál egy gyíkembre, vagy ahogy, nem ahogy tényleg van. Tehát így... Besétál egy gyíkembre, és így... Ráhözsöket indiákokon öltözve. És így besétál, és így... Gyerekek így... Még egy furry. És így... Te egy zsé vagy egy gyík? Mi a gyíkom? De tényleg, és akkor, oh my god, egy elbazdik, és így, és akkor, mert hosszú a füle, és akkor a gyék nem megkülönböztetett, bazdik, van egy farka, mi az, hogy van egy farka, az egész pikkelyekből áll a gyerek. És így, és akkor, ilyet látsz, ott van a kő alatt, bazdik. Kicsit nagyobb, nézz rá. Igen, de hosszú fülőt azt nem látsz. Hosszú fülő ember nincs, és sok, ilyen üllő alakú. Lehetnek minden gyík ilyen 6 méteres kövek alatt. Kilóg a kő alól. Tényleg ez az okás. Ez a minden nap. Itt jön a felhívő a postás. Sétálnak az utcán a gyíkok. Rohannak az össze. Nem tudnak elbogni, nem férnek a kő alá. Beüt egy házat. Bement a sötétbe. Ott napoznak, tudod, a követ, tudod, de ilyen, ilyen ból, tudod, ez a... Hú. De tényleg az, van egy város, amiben ez egy elf, uram is, sose látta. Ez olyan volt, hogy jönne egy ilyen pegazus, aminek szárnya van, és akkor és jön egy ilyen unikorn is, hogy úristen, szar van a lónak, és még szárnya lehet. Mi a faszta? Térjük vissza ezt, szerintem. Hallod a történet, meg mondják, hogy hát, hogy kisgyerek. Ja, a kisgyereket minden nap látok. Hallod, szakállás kis, ez egy fejes szakállás kisgyerek. Nyugis, rácok, veletek együtt, és hát csak 108, szóval ez igazából 8 éves. Szóval, szerintem itt... Hetedik rész, igen, de itt azt hiszem az elf... megígérteti a Goblin Slayerrel, hogy nem fog, mivel város alatt vannak, nem használhat tüzet. Nem. Azt ígérteti meg, hogy nem használ ilyen durva eszközöket, hogy nem használ vízbefolytást. Igen. És mérget. Nem, hát olyat, ami kegyetlen. Tehát, hogy a konkrétan... Nem, hát a város miatt izél. Igen? Ezt szerintem nem a város miatt, hanem azért, hogy ne legyen olyan durva. De ez most tényleg nem... De hát miért érdekelni, hogy durva vagy? Nem, hát én őszintén szóval én ezt ahogy kötöttem, hogy mondta neki, hogy mindig azt magyarázza az elf, hogy elviszi majd egyszer egy normális kaland. Nem tudom, hogy ez neki miért nem normális kaland, hogy izél, goblinok a gyújtogatnak, meg mit tudom én, de... Ez nem túl kaland. Szerintem ott inkább a... De nem ez inkább brutális. Nem. Azt még sokkal előbb ígéri meg miatt a városban ennek, hogy... Nem, azt a városban ígérteti meg.
Na de mindegy, és akkor így begyűjtenek dolgokat, mert ugye vissza akarnak menni jobban megnézni a dolgokat, ugye itt van az. Goblin Slayer vesz egy kanári. Ja, vesz egy kanári. Igen. Amit egyébként érdekes, vannak ilyen kis mellékinfók, hogy hogy Goblin Slayer azért vesz kanárit, mert a bányászoktól tudja, ja, hogy a kanárik csipognak, hogyha a mérges gázt éreznek. Ja. És akkor azért leviszi van maguk. Tehát ugye elég durva a ugye. Tehát azért nem egy igen, casual dolog. Tehát így mindenféle tudása van. Igen, és ez később meg is jegyzi a kis csaj, hogy ugye hogy most már tudja, hogy honnan van ennyi tudás. Hát mert hát folyamatosan kérdezésködik egyébként. Nem, igaz, nem igazából hallgat. Tehát hát hallgat is, meg hogyha érdekel, akkor azt megkérde. Jó, igen, nem sokat beszél, de igen. Tehát... Nem, hát tényleg magába gyűjtézni. Tehát neki nem, nincs felesleges információ. Tehát hogy bármi, amit mondasz, neki ezt igazából feldolgozza. Igen. Csak ilyen, kicsit érzelemmentes, de hogy ami információ, azt ő eldaktározza kb. Tehát akkor gyerek ez a goblin. Ja, egy kicsit őrű, de azért nem. Tehát olyan, mint a goblinok. Tehát azért nem annyira intelligens, de nem ostobák. Tehát azért mondat ez rá is igaz, hogy azért ő nem ostoba, meg nem azért edzetlen. Tehát, mondjuk ez is érdekes volt, hogy az, hogy ennyire előre tudta, hogy ez viszont iszonyú nagy predikt volt tőle, hogy tudta, hogy egy ilyen helyen pont ilyet fognak használni. Hát lehet, hogy találkozott már a goblinok tekintetében ilyesmivel. Biztos, de ez azért elég durva, hogy azért volt. Meg amúgy itt azért sugall dolgokat, mert ugye itt amikor a fürdőből is, amikor beszélt a csajjal, ugye az a beszélgetés is elég fontos volt, mert ott ugye mondja, hogy majd ő is elmúlik. Ja, igen. Hogy azért meg ilyen, mond ilyen kicsit ilyen belsős infókat. Azért itt sugallodik, hogy valami nem tisztel ezekkel a dolgokkal itt. Találnak egy mauzóleumot, egy 500 éves, igen, ugye az elf mondja, hogy valami harcosoknak emelték, és akkor ott zárják be őket igazából a goblinok. Hát ott arra, még arra én mennek, látszik, hogy nagyon komplex épület amúgy, amikor emlékeztek, hogy mennek, és akkor tele van lépcsővel föl. Hát ez úgy néz ki, mintha egy ilyen városra épült volna a város. Igen, mert azt mondja, hogy azért csináltak ilyen labirintust, hogyha betéved egy szörny, akkor eltévedj, hogy ne zavarja meg a harcosoknak a nyugalmát. Ugye ez amúgy, tehát ebben a tekintetben itt nagyon figyelnek arra, hogy a harcosok jól, még a halálunkban is jól érezzék magukat, ugye, mert valószínűleg, ha akkor a hőstettet hajtottál végre, akkor ilyen halál után is fennmaradsz, hogy mi ez. Tehát bezárják őket, és ugye elkezdik mérges gázzal megtelíteni azt a helyiséget, ahol vannak. A Goblin Slayer, ugye, meg előre tudta, hogy mi történik, úgyhogy fog ilyen faszenes maszkokat, és azt mindenkire ráadja, ami ugye megszűri a levegőt, hogy ne gyorsan halljanak bele, hanem lassan. Aztán ilyen, ugye vannak lyukak, ilyen rések ugye a falon, és az betonnal a törp betapasztja igazából. Ugye nem jön be a mérges gáz többet, a goblinokra hat igazából az a méreg, ami... Na, most itt ezzel megkérdezek valamit. Tehát, hogyha most onnan láttuk, hogy néznek ki goblinok, ugye az teljesen jól kamerászakban látszott, hogy néznek ki. Valamit oda tettek, hogy elkezdünk kijönni bele a méreg. Te oda mennél, de most ez ilyen logikai alapod. Jönne valaki feléd, és te mérgezni próbálod. És elkezdi betemetni a lyukat, nem csinálnál valamit? Tehát ez ilyen elég volt, hogy nem tudom, mit csináltak ott a goblinok. Tehát oda dobtak valamit, aztán elmentek, de akkor minek nézték őket. Tehát értitek? És akkor miért nem dobtak be valamit, vagy valami? Tehát oda mentek a lyukhoz, betemették, és akkor a goblinok még jártak, hogy ez már nem jó. De hülyék a goblinok. De az embereket nem bírják, tehát hogy oda megy valaki, egyből elkezdenek szurkálni. Érted? Ja, hát igen. Hát akkor részben is így... Hát ez sem... Emmit! Hát tudom, hogy megködött ez a beton, amit ott ömködött, de gyorsan megködött. Ja, és akkor én meg így elhasználta az összes képességét. Tehát, hogy mondta, hogy van 5 lyuk, elhasználta az 5-öt. Eddig nem 3 volt a 5 pének. Tehát én ezért nem eltettem a számolást. De jó, de itt lehet, hogy egy izéből, egy képességből sok kicsi szart. De azt mondta, hogy mindegyiket elhasználta. Ah, ezért mondtam, hogy ezért, na mindegy. Ez ja, tényleg mondta is, hogy ott van. És tudod, hogy a parittyázott, hogy ezért. Megjelenik egy goblin bajnok. Tehát így, egyébként egyre durvább goblinokkal találkozunk a történet során. De hát amúgy ez valóban épp, de ugye volt a sima goblin, hobgoblin, sámán, most egy championnel találkozunk, ugye a bajnokkal. És akkor még lesz egy durvább a championnél. Na, de az majd mindegy, ez leüti a Goblin Slayert, halálán van konkrétan. Papnőből kiharap egy darabot.
Igen, nem, nem, bal itt, vállából. Itt amúgy van egy visszatérő elem, ugye, hogy megijed a papni. Tehát, hogy kiüti a goblinszélet, és megijed a papni, és nem tartja fönt a varázslatot. Mert ugye megszakad a fókusz, hogy bepisil. Igen. És akkor ugye itt utána a goblinszélet meg ilyen berserk módba megy, mert ugye látszik, az egy tök jó járat, így elgudul a potion, és a goblin, aki nézik, hogy what? De amúgy az jól van szemléltetve, tehát amikor egy dühös lesz a Goblin Slayer, akkor ugye ilyen piros szeme lesz, de csak az egyik szemén, a maszkon keresztül, de amúgy az jól néz ki, mint az jó szemléltetés. És akkor így bebezelkel magát, és akkor így megfojtja a hajat. És mi közben is így dumálok, amúgy védgyilkosok szoktak ilyen hajat használni, és így mondom, mi van, és így folytogatjuk. Igen, ezt a hajat amúgy tök kihagytuk, hogy az honnan jött, mert ugye amikor bementek ebbe a terembe, ahol a mérges gáz nyomták be, ja, igen. Akkor ott egy ilyen csontvászki volt feszítve, egy csali képen, mert volt rajta egy paruka. Ja. Hát úgy nézett ki, mint hogyha egy skalpa, vagy igazi haja. És akkor így a Goblin Slayer megkiszúrt, hogy nem az, hát ez durva lesz, igen. Igen, és azt a hajat használta arra, hogy de amúgy a papnőn látszik, hogy teljesen tapasztalatlan. Tehát ő hogy mindig a jót próbálja keresni mindenbe, és próbál mindig segíteni másokon. Tehát hogy itt iszonyú könnyű csapdát csalni. Az a fura egyébként, hogy egész addig, amíg Goblin Slayer talpon van, addig ugye ott van a remény a szemébe, és így nem gondolja, hogy bármi valósulhat el. De amint a Goblin Slayernek valami baja lesz, kétségbe esik. De ez olyan, mint bármi, tudod, ez a tank elesik, akkor a híled az így áll, hogy... Hát, jó, de azért... Ja, igen. Tehát, hogy tudjuk, hogy nincsen támadó képesség, meg semmi, és fél, tehát, hogy... Igen. Ugye a championnek egyébként kiszúrja az egyik szemét, a Goblin Slayer, és utána megfojtja a haja, de túléli. Tehát a bajnok, az túléli. Ja. Hát nem, elmenekül mindig. Igen, mindenki elmenekül, Goblin Slayer összeesik. Ja. Azt nem lettem volna helyében én is az összeesésnél. De hát ugye jön a hetedik rész, ami úgy kezdődik, a nyolcadik. Vagy a nyolcadik, bocs, hogy fel kell egy ágyba. A nyolcadik rész azzal kezdődik, hogy a Goblin Slayer gyerekkorában ugye egy mester képzi. Ja. Elbaszó néztél meg. Ami, aki egy amúgy nem is tudom, hogy mi. Ez egy kobold. Kobold? Kobold. Ilyen patkányszerű szörny szülött. De ezt mondták valahol? Vagy nem. Csak ez nem ért a koboldnak. Hát, oké, mert azt tudja, hogy ez egy kobold. Nem, mert bronz színű volt, nem? Tehát ilyen narancságes bőre volt. A lényeg, hogy valaki edzette Goblin Slayert, hogy ilyen izé legyen. Igen. És utána mondott három olyan mondatot, amire nem majdnem beütöttem a monitort. Igen, kevet trigger. Az egy az egybe kivették a Hobbitból, vagyis is azt a párbeszédet. Mondjuk itt más jelentést adtak a mi van a zsebemben, de azért az elég kemény áthallás volt, tehát az egy elég durva áthallás volt. Mert ugye amikor Bilbo ugye kérdezi, hogy mi van a zsebemben, és közben fogdassa a gyűrűt, ez konkrétan ugyanaz a jelenet volt, hogy járt a sötétbe, néztek egymásra, egy ember, meg, tehát jó, egy gyerek volt, meg egy kobold, és akkor néztek egymásra, és megkérdezi ezt a három kérdést. Mindegy, a lényeg az, hogy most itt igazából gyorsan gondolkodni és threat helyzetben tanította meg, legalábbis nekem így jött le. Ott valami, nem tudom, jégcsapok, vagy nem tudom, hogy mik álltak ott fölötte, vagy nem jégcsap, hanem izé. Vagy szerintem az jégcsap. Vagy cseppkő. De nem, az jég volt. Tehát megcsöpögött is, tényleg, igen. Jó, tehát jégcsap, igen, és közben meg tette fel neki a kérdéseket. Most nyilván volt három kérdés, de gyorsan le kellett őket válaszolni, hogy ne essenek rá a jégcsapok. De amúgy az angol is az volt, hogy mi van az ebben, de nem, hogy mit rejtett a tarsoly? Mármint, hogy van ez az angol kifejezés, ugye, hogy mi van még a tarsolyomban? Az a magyar kifejezés. De mindegy, valami szerencsétlen kifejezés. Valami, azt de hogy mi van a tarsolyomban, még az sokkal jobb. Azt mondom, hogy Gollam az pocetsiz, az benne volt. Pocetsiz? Igen, hát úgy beszél, ugye. Dupla többet számban. Azért is sugallt, hogy kobold volt, mert a kobold az körülbelül olyan, mint a goblin, csak kicsit eszesebb, meg valamilyen nagyon, meg mágia használó volt, úgyhogy valószínűleg ilyen elég intelligens koboldnak kellett lenni. Figyelj, én azt mondom, hogy kobold volt, mert elég, jó, tehát minden fantázia, ami leírja a koboldot, az túl ugyanúgy nézett ki. Tehát mondjuk ez a fekete fél visszajel, emlékszem, de ezek nem akkor voltak. Igen, most már amikor úgy emlékezik vissza, hogy amikor a traumák. Igen, amikor leütik a Goblin Slayert, akkor van egy ilyen visszaemléke. Tehát amikor a traumáknak, az olyan,
Amikor ugye ott a bolond vannak, akkor a csácnak az... Nem csak traumák, mert a vége felé is van visszaemlékezés. Amikor emlékezik vissza, nem? Akkor voltak ilyen fekete fehérek. Ó, még az a van, nem ragad. Lehet amúgy, hogy amikor csak a papnő emlékezik vissza. Nem volt az, hogy... Ne akadjunk fenn, majd megnézzük. A mesteres visszatekintés után szembe találkozunk a felélesztés csodájával, amivel újraélesztik a Goblin Slayert. Aki annyit reagál, hogy kösz. Azt mondja, hogy kösz, csak azt mondja. De azt mondjuk el, hogy azért ez arról szól, hogy egy szűzzel kell megosztani az ágyát, aki a papnő. Nem, az volt, mind a kettőke, mert a hajadon is benne feküdt. Az volt, hogy... De a hajadon már nem volt szűz. Igen, csak saját elhatározásból szerint. Igen, ő csak ott akart. Hallani, ránézett, tudod, így levették a páncélt, és oh my god! Nem, hát valószínűleg a hajadon segített a papnőnek, hogy csinálja. Ó, ember, azért itt is befigyel egyébként. Mi? Hát ez a múltkori, de 15 éves a papnél az. Na várjátok, jó, itt hát viszont én. A Goblin Slayer hát... viszont hány éves szerintetek? Ki? A Goblin Slayer. Ő hány éve? Hát nem tudom. Szerintem 20, ha... 24 szerintem. Ja, 25 plusz. 25, ja. 25 plusz. Ja, 20-25 közé lőném be. Mert akkor így kijön. De hogy én nem azt értem... Tehát oké, jó. A katfolyót, vagy a hajadon befeküdhetett bár, de szerintem ő mágia használó, és pont emiatt. Mert hogy az egy elég nagy szintű, tehát mondjuk azt, hogy nagy szintű varázslat, az valószínűleg, hogy felé lesz valakit, és azt a partnő valószínűleg nem tudta megcsinálni. Tehát ugye azért kellett a hajadon, és szerintem a hajadon akkor mágia használói viszont. Hát valószínűleg, mert ugye ő egy érsek, szóval valami közeinek kell, hogy legyen az istenekhez, szerintem. Tehát most nem tudom. Szerencsétlen, hogy mondja is, amikor ott az igazságról beszél, hogy ő tudja használni, szóval akkor már ott lehetett tudni, hogy mágikus a csaj. De mindegy, tehát akkor hogy összefekszenek hárman, tudod, ahogy... Ahogy kell, igen. Mondjuk eszméletlen a Goblin Slayer, szóval nem sokra emlékszik belőle. De azt mondja, hogy részletekre emlékszik. Azt mondja, hogy részletekre emlékszik. Kis részletekre, tudod? Kis részletekre. Még amikor fejbe vágták őket, de ez él egy. Hát ő lengén öltöz meg. Egyébként ez a 8. rész, ez nekem kicsit filleres. Ja, sikerült, mert annyira sok dolog nem történik benne, tehát ilyen kis... Nem, az nem. Mármint a fő sztorihoz nincs nagyon köze, tehát annyi, hogy újraélesztik, és ennyi. Mm-hmm. Közben hajadon elmondja a Goblin Slayernek, hogy 10 éve megerőszakolták a goblinok, és akkor azért nem ő volt a szűz az ágyban, és fél a goblinoktól. Ezért is nem ő, meg az ő erői mennek le ugye a csatornákba, ezért, igen, tehát igen, azért kér segítséget. Nem akar gyengének tűnnél. Igen, igen. Aztán... De amúgy itt a stílusa a Goblin Slayernek nagyon nagy amúgy telek, hogy éppen felélesztenek, bazzeg, fekszek két csajra, és akkor az a... Okay. Mint a mindennapos lenne neki, hogy így az a felélesztettek, tök jó, menjünk tovább. Hát semmit sem reagál, ilyen nagyon extrán egyébként, egyszavas válaszok. Ja, emlékeztek, akkor, amikor megjelenik, akkor így a szerep mondja, hogy úisten, újra élettél, majdnem meghajtál, meg így, oké. Mehetünk tovább, srácok, tehát, hogy hookers, tehát, hogy... Igen, nekem most viszont a filler, hogy mondtad, nekem egyébként a második rész is ezt mondani is akartam, már abból az volt, mert annak is a nagy része visszatekintés. Igen. És a végén izé, most szerintem azt meg lehetett volna egy rövidebb valamiben például. Hát így alapból, nem tudom, hogy a mangában hogy van, de igen, tehát a rendezés, hogy mi után jön, egy kicsit fura. Tehát a visszatekintéseket én annyira nem kedvelem, mert inkább akkor kezdődjön. De lehet jól megoldani nyilván visszatekintés, csak hogyha így eredet történet, szerűség a Goblin Slayer számára, a visszatekintés, akkor miért nem azzal kezdjük? Mm. Vagy akkor miért rögtön egy második részben, akkor igen, miért később sokkal? Igen. Tehát, ja. Jó, de itt bejön a mesteres rész is, hogy ez annyit látunk, hogy van valamilyen lény, ami képzi. Feltesz 3 kérdést, mond 2 mondatot, és így letudtuk. Igen, és így, kicsit furcsák ezek. Ja, ez... Az így olyan gyorsan megtörtént, hogy így reagálni nem tudtál rá, hogy így most meg a hősöknek a
nem is tudom, jelenete is fura. Hát az inkább ilyen kitekintés is inkább, hogy igen, valahogy de ugyan. Azt is, hogyha nem is lett volna muszáj egyébként megmutatni, tehát hogyha így a légkörben, ott a céhben, ott így beszélgetnek róla, tehát így a háttérben, akkor az is jó lehet. Tehát... Igen, mert pont erről is beszéltünk már, nem most, de beszéltünk róla korábban, hogy tök jó volt az, hogy a főszereplő, tehát a Goblin Slayer, ugye nem a világnak a legfőbb problémájával foglalkozik, meg nem a köré íródik, tehát ez a démon probléma, hanem egy kis mellékága, ez a goblin probléma, ami végül is a démonokból vezethető vissza, az, hogy toborozzák őket, meg stb., de igen, de ezt például szerintem lehet egy kicsit elfrontották, és akkor mégiscsak egy 5 percre, akkor most meglátjuk a hősöket. Hát igen. Hát ugye, hogy azt beszéltük, hogy a világ története az ugye a hősökről szól, és tehát a világ története a hősökről szól, és igazából egy nagyon mellékszereplő, viszont ő a főszereplő ugye magában a sorozatban. Tehát, hogy így érdekes az egész, ami... Hát ez nem rossz. Ez a leírás. Aztán jégkrémet esznek, a Goblin Slayer megkérdezi, hogy csinálják ezt a fagylaltot, és akkor ugye a papnő innen jön rá, hogy honnan van ennyi információ a különböző témákban. Meg levelet is küldött valamikor, de szerintem azt most küldi el. Vagy elküldtem már? Nem, amikor elment a C-be, ugye még egy levelet, akkor küldött egy levelet, és mondta, hogy taktikai, és akkor mondta az elf a táblán, hogy akkor biztos Farmer Line-nak küldte. Nem tudom, arra emlékeztek-e, hogy kikért küldött, mert ők ebben a részben jönnek meg. Ugye a mágusért küldött, meg a lányzsásért, és hoztak neki egy zsákot. Ja, igen, ez a rész egyébként, ahogy... Ez már egy 8. még? Ez a 6. küldte el a levelet. Igen. Ugye amikor elment a táblához, és akkor mondta, hogy fel kell adnia egy levelet. Igen, és ugye a lányzsás meg a mágus, az hoz nekik egy lisztes zsákot. Zsáklisztet. Igen. Amit arra használnak, hogy ugye lenne a csatornában találnak egy nagy tükröt, ami előtt egy ilyen szemgolyó szörny most az a kérdés, lebeg. Ez egy beholder volt. Tehát ezt úgy hívják, hogy beholder. Az mi? Ez a nagy szemű lény. Őket így hívják, hogy beholder. Oké. Hát itt káosz szolgájának van írva. Ja, találnak egy nagy szemgolyót, aki a káosz szolgálja, és egy ilyen nagy tükröt őriz. Mi a fasz? Ez egy az egyben az. Kajak úgy néz ki. Hát ennél viszont nagyon kiakadtam, mert azért itt, hogy van egy ilyen lény lent, ezek ilyen, jó, hát ezeket őröknek szokták használni. Tehát ez valami objekt, mindig valamihez vannak kötve. Hát tükörhöz. Igen. De hogy ez egy iszonyú erős lény. Tehát ez nem az, hogy így beállsz, hanem hogy ez a konkrétan kurva erős. Tehát ez egy telepaktikus lény. És az, hogy állsz bazd meg a sarkon, és te motyodogsz ott bazd meg, hát ez már a faszba kiírta. Igen, utána mondták is, hogy amíg nem lépnek be a szobába, addig nem rájuk se derít. Tehát, hogy nem, ez nem feltétlenül, tehát ő szerintem önmagában, most lehet, hogy a goblinok használják, vagy a gonosz úrra, mit tudom én, lehet, hogy nem egy gonosz lény önmagában, oda rakták őrizni a szobába, hogyha belérsz, megbatódsz, és ennyi, de nem biztos. Hát igen, de azért ne szólalkozz már, tehát, hogy van egy lény, ami áll bazd egy szobába, és akkor állunk az ajtóba, sútyolgunk, beszéljük a taktikai tervet, a gyertyát, hogy hátul hagyjuk a folyosón, és tehát nem tudom, hogy most a camera angle, tehát hogy a kamera állt úgy bazd, hogy azt egy az egyben látszott, hogy fénylik ott valami. És akkor így áll egy ilyen rohadt nagy, tehát egy ilyen erős lény, ami konkrétan megolvasztja a követ egy ilyen lövésből, és akkor a sútyologást az ajtón nem veszi észre. De mert nem léptek még be a szobába. Hát a hatótáv is csak addig terjed. De ez most ennyire lebutított volna egy ilyen erős szörnyet, tehát azért ez meg nagyon diszi. De ahhoz képest tényleg lebutítottam, mert ugye bedobják a lisztes zsákot, aztán fölpontják. Hát igen, de olyan gyorsan elintézik bazdnak, hogy így, de tényleg, hát így, nem viccelek, szerintem ez ilyen semmi nem volt. Tehát, hogy nem történt semmi érdekesebben, mert hogy olyan volt, mint hogyha tudta volna, hogy mi van ott. Gondolt, hogy ha nem használhat mérget, nem használhat tüzet, nem használhat ugye vízbefullasztást, akkor lisztet. De ez most azért nem... Várjál. De hát azt mondta, hogyha megkérdeztek tőle, hogy mi lett volna, ha ez nem válik be. És akkor, hogy azt mondta, hogy
hogy akkor az lett volna, hogy hátának mindig meglövik nyíllal, és akkor egyszer csak meghal. Igen, igen, igen. Azt mondta, hogy nem ez a legeffektívebb, de hatásos. Vagy mi, de meg lesz. Most a végén meg megölik. Nem, mindegy, nekem ez iszonyú nagy hülyeség volt ez a rész. Tehát ez a jelenet, ez így konkrétan elvesztett. Tehát, meg az, hogy van egy portálkapu, na most tényleg, van egy portálkapu, amit mi üzemelteti? Tehát ez olyan mágikus tárgy, de ezt el is mondják benne, hogy ez egy olyan erejű mágikus tárgy, bazzeg, hogy mágia használ, vagy ezt érzékeled, basszus. Tehát, hogy így mész közel hozzá, és így, tehát ez ilyen mágiát árasz. És akkor, hát nem tudjuk, hogy hol vannak, meg mi, és akkor basszus, hát azért se kiérzékelnie kell, meg minden, érted? Tehát, hogy akkor már tudják, hogy valami kurva nagy lény van ott lent, ami őrzi. Hát, de az érsek azt tudja is, hogy mi van ott lent. Hát jó, de akkor meg a katonáit oda küldeti, mert az már nem goblin, hanem egy beholder állott. Érted, meg a goblinnak, oké, hogy most ott volt egy ilyen lény, meg egy champion volt ott, ja, egy bajnok, de hol volt a mágia használó? Tehát ki volt az, aki ezt a kaput, ezt irányítgatta? Hát ezt nem tudjuk. Jó, de érted, a másik, hozzáértek, és a másik oldalt látták, tehát hogy ez egy, nem egy tükör, hanem oda-vissza látod, ez olyan, mint egy portál, ha kinyílik, akkor oda-vissza látsz. Tehát a goblinoknak látniuk kellett volna őket is. De nem arra néztek. Érted, mi bajom van, hogy ez az egész képsorozat, ez logikátlan volt. Igen, hogyha nézitek, nagyon sok mindenbe bele lehet kötni egyébként, tehát egy millió logikátlan dolog van benne. Bajnokot csak megvakította. Ez meg valószínűleg, liszt. Si. Meg volt, kösz. Innentől mindig egy lisztes zsákkal megyek, bazzék. Tehát, hogy... Igen, ugye itt, amikor megtalálják az erek, ezt a tükröt, ami egy ősi átjáró erekje, ugye megpróbálják leszedni a falról, egy ékember azzal kezd el üzelni, vacakolni, aztán közben jönnek a goblinok. Őket lőni kell, meg őket dobálni, meg mit tudom. Törpe a gravitációval beomlasztja a plafont, a gravitáció az egy ilyen varázslat. Én ezt nem tudok hozzászólni. Ezek felfordítják a tükröt, ugye a plafon felé fel. Igen. Na, és akkor abba esik bele a izé. A kő, igen. A kő abba esik. Törmelék. Ja. Ja. Hajadon tudott mindenről, és a Goblin Slayer valahogy kideríti, hogy ami ott volt, az a fehér aligátor, az igazából egy ilyen... A Famulusa. Flamanus. Mi? Flamanus. Flamanus. Mi az, hogy Flamanus? Famulus bátyja. Flamanus. Azon odaír. Famulus. Ez tudja, hogy az, mert az a... Kétszer is így írtam, szóval nem lehet így. Ne szívesen, hogy így írják, de ez... Hát lehet, hogy magyarul. Hát az a kis... Ez volt a felirat a fordításban. Ez volt egy Flamanus, igen. Tök mindegy. Ez egy marázs dolog. Igen, ez ilyen szolgáló. Tehát én ezt most nem vágom. De van egy ilyen kurva nagy krokodil, ami ekkor. Te tudod, hogy egy átlag varázsló mekkora ilyen cuccot tud levarázsolni? Mondjuk akkor, mint egy kutya. De azok tudod, milyen mágia kell. Oké, mondjuk ő legyőzte a főgonoszt, de bazzuk, ne szorgozzon már, egy ilyen mágus lemegy oda, és a bajnokot ketté vágja. Tehát, hogy oké, hogy félsz a goblinoktól, meg minden, de basszus, ne szorgozzon már, egy ilyen kettő ilyet vagy egy ilyet levarázsol, és kinyíri az összeset. Tehát, hát de mégsem. Ez egy logikátlan dolog, hogy ez olyan, mint hogyha most nem tudom, bazzeg, így jönne Merlin, és minket megkérne, hogy menjünk el, bazzeg. Jönne Gandalf, és megkérne két hobbit, vigye el a gyűrűt. Tehát, hogy így logikátlan az egész. Tehát, mondjuk abban volt logika, hogy a gyűrű, hogy másképp tudott emberek. Igen, rossz példa. Jó, ez mondjuk inkább olyan, mint hogy Merlin most ide így betelepon, és azt mondja, hogy hárman menjünk el, nem tudom, Kiskunyfél egyházára, amit három sárkány őriz, és akkor így, hát induljunk, srácok, mert... Igen, téged nagyon triggerel ez a sori, és meg full érthető egyébként, mert tényleg rengeteg logikátlan dolog van benne. Ennyi, érthető. Ez olyan, hogy... Jobban fennakadtál rajta, nem hibáztatlak miatta. Kész, mert tényleg izé. Igen, a felefasság. Védi a csatornákat, de amúgy magától nem támadna meg semmit, bazd meg. Tehát én nem értettem, hogy egyszerűen tényleg engem annyira triggerel, hogy van egy ilyen rohadt nagy hatalmú cucc, és ott állunk, hogy így... Leküldök egy csapatot, akiben az egyik ember, és így majdnem meghalt, de amúgy feltámasztom vele, össze akarok feküdni vele. Tehát ez ilyen, olyan volt, mint hogyha ilyen... Hát egy szerelmi vallomás, csak eldúrva. Ám úgy kinyíltak, hogy egy ágyba legyünk.
Igazából itt elpusztítják a tükröt, aztán elindulnak hazafele, és megbeszélik, hogy ékrémet fognak készíteni. De ott még van egy, az élsek meg a Goblin Slayer beszélgette egyet meg. Ja, hát igen, és elmondja a Goblin Slayer, hogy hát ő még az álmában is meg fogja védeni a hajadont. Ez meg el is hiszi, és akkor már az álmában is megvédi, szóval ja, bebeszélnek. Ja, tényleg, tehát mondta is a végén. Tizedik rész, visszatekintés Goblin Slayer nővérére. Mm. Nem is emlékszem. Ja, tudom, mi volt, amikor megbeszélik, hogy miért viselkedett úgy a barátja, tudod, a farmer lánya, hogy miért. Igen, meg az irigykedés, ugye, hogyha goblin lesz, hogyha irigykedsz. Igen. Mondjuk azt, hogy bevonzotta, tehát hogy ez elég csúnya pillanat volt, amikor mondta, hogy goblinnál válsz, hogyha irigykedsz, és akkor utána így ledomanták a goblin. Nem fiattak a goblin. Tudod, hogy jött egy ilyen őrszem, és így, te most megfogni. Te itten szállod a nevünket, neved balzeg. Mert gyújtogatnak minden polgármester rááll az erkélyen, hogy ki irigykedett a kurva anyátokat. Tényleg, ja. Felírtam, hogy elmennek felszerelést javítatni. A Goblin Slayer kap egy levelet, azt nem tudom, hogy milyen levelet, az most nem jut eszembe. Hát a hajadontól kapja, ugye, hogy ezért, hogy most már sokkal jobban alszik, meg jobban ezért. Ja, tényleg, ja, ő ír igen, neki, nem hajadon. Akarta zavarni, de ja, most már igen, ír, mert... Vagy felépüljön, meg ilyenek. Hogyha már a triggerekről beszélünk egyébként, meg a logikátlanságról egyébként, ez egy elvarratlan valami, hogy a Goblin Slayer az folyamatosan tekercseket keres, bemegy a kereskedőhöz, meg a kovácshoz, meg itt, kihez, és mondja neki, hogy ha valaki tekercse jön, akkor próbálja megvenni tőle, meg stb. Ez kétszer is feljön, semmi nem jön ki belőle egyébként. Egy dolgot tudunk meg, hogy miért ilyen a páncél, meg miért ezeket használja. Tehát, hogy miért mondta, hogy úristen, de hát használhatna, ez hétbassz, ez a sorozat. Tehát ott is ez a mitit használhatna. Honnan tudod, mi az a mitit? De most tényleg, hát az se tudod, mi a, és így olyan szavakat használnak benne, hogy így egyszerűen logika. Hát az a Gyűrűk Urában a legerősebb bonyom. Meg nem csak a Gyűrűk Urában, egyébként a fantasyban úgy alapból egy elég erős valami, de minden sztoriban, meg univerzumban más módokon ritka, valahol ritkább, valahol nem olyan ritka. Igen. Hát igazából közel van ahhoz, hogy hogyan teremtődik, de igazából az konkrétan beleteremtődik a földbe, és így ezért ilyen adat nehéz megtalálni igazából, de ott is így érzi, mondja a gyerek, és így honnan egy kovács egy városban honnan hallott erről, tehát ezek ilyen olyan tudásuk van az embereknek, amiknek nem hiszem, hogy egy városban lehet. Tehát még az, érted, mert az, hogy mondjuk egy nagy erejű dolog, mint például az, hogy a főudat legyőzik, hogy a főgonosz legyőzik, azt mindenki tudhatja, mert tudja, hogy mindenki elmondja, de az, hogy ilyen anyagok vannak, meg hogy ebből lehet készíteni, azt nem minden kovács tudja. Tehát ez hát de lehet, hogy ebben a világban meg igen. Most jó, de igen. Ne kezeld úgy az egész világot, mint hogyha egy az egyben a Gyűrűk Urának a világában játszódna. Nem, ez ilyen józan érzés. Tehát érted, hogyha vannak ilyen városok, és szekére több napig tart átmenni. Tehát érted, az üzenet nem folyik úgy, mint nálunk most, hanem ott konkrétan levelekkel napokig egy levélnek. De honnan tudod, hogy nincs neki könyvtár. Bagjai. Amikkel küldik az üzeneteket. Na jó, oké. Vagy éjjeles. Igen, hallod így küldi. Hello, tesó, hoztam a kardokat, meg a pajzsot. Éjjeles, Goblin Slayer. Na mindegy, meg tudunk pár dolgot a páncélra használni. Igen, elmennek kajálni. Ivóverseny, elf és törp között. Igen, nagy erőm. Adjatok, hogy bár is se kezdek. Tényleg, innentől annyi olyan, innentől konkrétan, szerintem a 11. végig annyi ilyen hülyeség van benne, amit tényleg egy az egyből így kivett a fantasy világból, hogy mert én nem bánom, hogyha kiveszi, tényleg vegye ki, basszus. Csak rakja is vissza. De hogy tegyen már bele valami újat. Tehát tényleg valami olyat tegyen már bele, ami az ő kézjegye, érted? De a koncepció maga a kézjegye, hogy nem a hős látjuk, aki legyőzi a démonurat, hanem a mellékszereplőt, aki a kis alakra utazik. Oké, de beleteszi azt, hogy egyszerűen a...
mondd már, tehát ez a többiek is az elfek teljes szokásait beleteszi a... Jó. És nem ad bele csavart, meg ilyeneket. Érted? Jó, de hogyha valaki nem látta a Gyűrűk Urát. De én most nem arra beszélek, ez minden fantasy világban van, amit a Dominik ugye mondott, hogy az elfek és a törpöknek ez mindig ilyen. Csak hogy... tudom, én még nem találkoztam egy ilyen se egyébként. Tehát ez az egyetlen, ahol így hát megjelenik az, hogy cívódás van a két faj között. Hát szerintem ez elég átlag nekem, most nem tudom. Elég érdekes nézőpont így, hogy mondjuk te nem nézel fantasyt, meg nem... És hát nézek fantasyt, csak... Igen. Animéket. Tehát megvan tehát egy balansz, mert semmit nem nézel mást, ami ilyen fantasy, meg így azért nézünk elé. Tehát, hogy néztünk is, meg olvastunk is elég sokat, és van így azért ez kimutatódik, hogy ott meg... Te senki vagy, te! De jó Isten, én most raktam össze még egyet. Na, gyere, mondjad. Ugye mondtad, hogy számolja. Hogy számolja, hogy mennyit tölt meg. Emlékszel, hogy még kik számolja? Igen, de az új jó, de az... De kik számolja? Szóval, hát van egy ilyen... Ez egy ilyen verseny igazából. Igen, amikor a tünde meg a törpe számolják, ugyanúgy számolják a verseny miatt. Ja, de hát itt az lehet, hogy csak egy ilyen busz neki, vagy ilyen egó dolog, hogy akkor... Csak ez... Ezt, az, hogy számolja, az tartja épeszélnél. Lehet. Ja, mondjuk lehet. Nem, jó, de lehet, hogy csak gyilkol, akkor tényleg átveszi az uralmat a düh. Okay. Igen, de ez is olyan, hogy ebben van egy elégedőse. Tehát igazából nem azt mondom, hogy mindent, tehát nem azt mondom, hogy is lopta az egész sorozatot, meg hogy megnézte, és utána ellopta. De azért ez 2017-ben csinálta, akkor már rég minden ilyen kijött, ugye? De mindegy igazából, mert hogy meg is nézhet, és vagy olvashatod könyveket is, és ikletet ismerítheted, de azért itt vannak nagyon durva áthallások. Tehát olyan szintű, hogy nem úgy, mint amikor azt mondod, hogy tényleg ez azért hasonlít egy kicsit a másik film az egyik, hanem itt ilyen nagyon durva áthallások vannak. Még könyvekből is amúgy, meg mindenből. Tehát, hogy... Jó. Mert én értem, csak itt az, hogy ikletet merítesz, meg az, hogy egy az egybe... Tehát, hogy mond valamit, érted, van egy beszélgetés, és neked egy az egyből beugrik az, túl sok az áthallás ahhoz, hogy azért. És ahhoz képest meg a sztoriban van egy csomó lyuk. Tehát, hogy érted? Hát, ja. A lyukkal tele van. Igen. Ilyen logikátlan dolgokkal, nem lehet dolgokat összekötni, hát, nincs megmagyarázva, nincsen lore, nincsen háttér. Nekem ez a baj, hogy érted, ami így látszik, hogy kicsit másoltabb, az úgy majdnem, hogy megállja a helyét. De ami meg így elkezdi így magát tud írni, az ilyen kicsit ilyen így elkezdi így csavarni, és így már szerintem ő se tudja, hogy mit akar vele kezdeni, érted? Igen, kicsit ilyen össze-visszás a sztori. Tehát így nem tudni, hogy mi fog kijönni belőle a végén, mert egyszer látjuk azt, hogy ölik a goblinokat, egyszer látjuk azt, hogy találnak egy tükröt, amiben goblinok vannak, amit valaki oda tett egy őrzővel, aztán a főhőst, vagy mi a démonulat legyőzik, oké. Okay. De várjál, a démonulat akkor sokkal előbb legyőzték, mint hogy ők a tükörözőbe mentek. Igen. Nem, itt ír, a tizedik részben derül ki, hogy legyőzték a démonulat. De hát akkor mi volt az, amit beszéltek? Mert beszéltük azt, én mondtam ott, hogy amikor van az a visszajátszás, ugye, amit megmutattál, akkor ott nem a démonulat győzték le, hanem csak az nem egyik. Nem, ott megtalálták a démonulat. Ja. Igen, mert ez két külön jelenet. Egyikben csak pofáznak vele, azt a másodikban meg lecsapnak. Igen, igen, igen. Tehát napokon át. És egyébként a tizedik részben van még egy ilyen kredit utáni jelenet, ugye, amikor megtalálja a lábnyomokat a tanyán. Ugye, igazából ugyanazt a cuccot csinálja, megy a kredit, és azt hogy jó, tele van lábnyommal. Igen. Máshogy nézte át, tehát hogy nem ugyanaz a jelenet volt. Mert amúgy Ugyanazt vágta be amúgy. Szerintem úgy végig, na ez meg a másik, hogy sok volt az újrahasználó, szerintem ez végig ugyanaz volt bevágva például, amikor átnézi, tehát nem volt új jelenet közte. A legutolsó nyilván kicsit máshogy kellett, hogy szemléltessék. Hát a csontvázra emlékeztek, azt mindig ugyanúgy idézte meg. Az konkrétan még a kő alatta is ugyanolyan színű volt mindig, arra figyelt szerintem. Hát csak az újrahasznosításra. Hát jó, nem teljesen egyébként, ezért vannak jó elemek benne, meg minden. Azért ez nekem egy kicsit homemade-nek tűnik, de nyilván van egy millió homemade anime, ezzel én is tisztában vagyok. 11. rész egyébként. Itt ugye Goblin Slayer mondja a farmer lánynak, hogy hát meneküljön már el, mert hogy rohadt nagy csapat goblin jön ide,
és elvileg egy Goblin Lord a vezetője. Sőn, igen, igen. A csapatnak. Goblin Slayer elmegy a céhbe, és ott felkéri a kalandorokat, hogy hát segítsenek már neki, mert hogy nagy csapat jön. Ugye ott visszakérdeznek, hogy oké, de ez egy kalandor cég, úgyhogy valami utalom kéne, és akkor felajánlja mindenét. Tehát még, de az életét nem. Mert valami, mert a, ugye a, megígérte, hogy épségbe visszatér, vagy mi. Igen, azt mondom, már konkrétan úgy mondja, hogy valaki sírna, hogyha ezért. Igen. De amúgy itt például azért elég durva háttérsztét kapunk, hogy ő idő. Én ebből hittem azt, hogy idősebb, mert emlékszem, mit mond a paladin jelölt csaj a pallososnak? Hogy amikor gyerek voltál, akkor a te faludat mentette meg a goblinoktól. Igen. Tehát, hogy akkor valószínűleg ilyen 25 pluszba jár, igen, de akkor itt mindenki rohadt fiatal. Hát vagy mindenki fiatal, vagy a goblin slayer már nagyon idős, igen. Tehát egy ilyen 45 plusz. Azért, hogyha az a vörös hajú csaj 45-ös, akkor lehet, hogy rossz világban vagyunk. Tehát... Jaj, jól tartja magát, hát tejet iszik minden nap. Lehet, hogy azért akkor én is abban a világban szerintem. Lehet, hogy én néznek ki. Az kemény lenne. És akkor a céh az ugye közbeszáll, mert bejelentik, hogy minden goblin ér egy aranyat. Hát ebből is látszik, hogy a recepciós mellett húz. Igen, tehát mozgatja ott a szálakat. Hát azért az is kemény jelent, amikor ott van egy ilyen jelenet, amikor ül ugye a recepciós, a vöröshőcsaj, a papnő, a goblin slayer, és így hárman körbe összik. És így az a jó amúgy, hogy az elf, meg a papnő, az teljesen olyan, mint valami rossz barátnő amúgy az izének. Egyfolytában kioktatják meg, szabályokat szólnak, neki mindig rászólnak, hogy mit csináljon, próbálják megváltoztatni érzelmileg. Hát igen, mert hát a goblin slayer ilyen egyszavas válaszokat ad mindenre. De azért mégiscsak jobb, hogyha tud kommunikálni. De igazából itt meg bejön az, hogy oké, most többet mond, de most akkor azért, mert hogy ennyire mert, hogy nem, hogy ki tudja játszani, hogy olyan, mint hogy, tehát, hogy empátiát tud szimulálni mondjuk, tudod? Hogy, mert azt mondja, hogy ilyenkor ezt kéne mondani, és akkor jobban kéne érezni, és akkor azt mondja, hogy oké, és így megtanulja. Tehát olyan, mint a goblin is neki, érted? Hogy megtanulja azt, hogy mit kell reagálni, mire. Tehát most tényleg érez, vagy csak megtanulta, hogy hogyan kéne reagálnia. Uh-huh. Hát igen, még nem láttunk rajta végigözeges sorjálat végül is olyat, ami konkrétan sugalná egyenesen az, hogy most akkor tényleg érezne is túl sok mindent, vagy teljesen kiölte ezt. Igen. Magából kiölték-e belőle. Ja, és akkor itt így mondja, hogy sok a goblin, kéne a segítség, és akkor igazából a végén... Hát annyi, hogy este ugye minden kalandor oda megy, a tanyára, és elkezdenek megjelenni ugye a goblinok, tényleg. Nőket használnak pajzsnak, tehát élő pajzsokat használnak, amit a Goblin Slayer már előre látott, hogy használni fognak pajzsokat, ilyen nő pajzsokat. Itt nagyon jó. Na, ez viszont nagyon tetszett, hogy ez a honc, és így előkerülnek dolgok, amiket fogalmad nem volt, hogy miért kerülnek elő. És így jön egy visszautás, hogy amúgy az így el volt egész végig tervezve. Mert ugye az volt, hogy bemutatták a cuccokat, ugye használt, tudjátok, jönnek a farkas lovasok, használják a cuccokat, ma minden, és akkor ugye elmondja, hogy akkor ezután ez lesz, innen fognak jönni, így fogják csinálni, ez lesz, és így pontosan tudta, hogy mit fognak csinálni, hogyan. Az nekem az mondjuk tetszett, hogy ugye ennyire előre látta, tehát hogy tényleg ilyen... 100%-ban goblinul gondolkodik. Igen. Hogyha... Hát meg igazából olyan volt, mint hogy ilyen nagyon durván sakkozna. Csak így előre látta az egész táblát. De Fúl ugyanaz volt. Mert az a pont, hogy rámet a királyra utána. Tehát hogy ez ilyen... Meg előtte... Kifüstölte a fészket. Azonnal jött ugye ki az erdőből, vagy honnan. Azért is volt már véres egyébként, mert nem a csatatérről jött, ott mondta is, hogy most itt tudom én. Ja, mert tudta, hogy ugye visszaindul a Goblin király, mert hogy ott hagyott még nőket, hogy tudjon még embereket, mert embereket, még goblinokat ugye termelni. Hm. Igazából itt áttérhetünk az utolsó részre, mert nagyjából már csak ennyi van, hogy ugye itt a Goblin Lord menekül,
a Goblin Slayer utána ered, utoléri, megküzdenek egymással, a Goblin Slayer földre kerül, tehát ott leüti, ott elkezdi taposni a Goblin Lord is, jön a megmentő pap, aki a Protection nevű varázslatával így közre szorítja két varázslattal a Goblin Lordot, és akkor végül a Goblin Slayer leszúrja a faszba. Ja. Meg előtte beszól neki is, hogy az én. Persze, igen. Ja, meg könyörög az életéről a Goblin Lord. Ja. Igen, az, és még el is gondolkozik rajta. A pap. Papnő. Igen. Hogy meg lehetne kímélni esetleg. Igen. De hát ugye, mondjuk azért ez kemény lett volna, hogyha a végén életbe ad egy ilyen, mondjuk az a Goblin királyt, és a gyerekeket meg megölte. Tehát az egy elég nagy ilyen izé lenne, hogy ez a... Mert a pap szépen kérte. Reméltem, hogy azzal nem mondják el még jobban az egészet. Igen. Ne, hát ott, hogyha a papnő hatott volna ennyire, hogy ő elengedi, akkor... Mert az fura lett volna. Lehet, hogy egy pozitív dolgot nem mondtam volna a sorozattól, tehát... De nem, már a papnő sem engedte volna egyébként. Tehát látszott rajta, hogy így megkönnyül, azért elgondolkozik, de azért nem. Hát jaj. Összeesik a Goblin Slayer, meggyógyítja a papnő. Megnyerték a csatát, tehát mindenki küzdött jól. Elmennek ünnepelni, iszogatnak, Goblin Slayer mindenkinek vesz piát, mert azt is megígérte. Yeah. Aztán azzal zárul igazából az egész, hogy a papnő megkéri a Goblin Slayert, hogy vegye le a sisakot. Yeah. És akkor mindenki megnézi, hogy milyen kurva jó képű. Yeah. Mondjuk, és akkor mondják, hogy én arra fogadtam, hogy nő lesz. Igen. Én azt hittem Goblin. De, azt megjátok, hogy már látták sisak nélkül. Igen. Tehát, hogy besétált egyszer, csak így senki nem tudta, ki az. A dárdás csávó az vissza is emlékszik, hogy honnan ismerheti, de egyszer már ugye bement sisak nélkül. Ez az épületben. Levette mindenit, és látjátok, ott van a nyakába a cucc, de belakta a pólójába az ezüst cuccot. Ugye azon felismerték volna, hogy ezüst, mert azt hitte, hogy zöldfülű, mert ott, hogy azért nincsen még láncod, és akkor így beszolgatnak, és akkor ott meg részegé kidő, hogy én ezt a csávot már láttam, és így ez a, mondom, úristen, ez az. Hát ennyi, igazából. Nagyjából ennyi a történet. Na, és akkor most jöhet a fikázás. Igen, most jöhet a fikázás. Igen, meg a praise, hogyha van, de olyan sok nincsen. Volt egy lyukas sztori, amiben volt egy csomó, tehát a filmekben van egy csomó logikát, tehát most nézzük már, mondjuk a halál és nemben mindig egy film, oké, legyen az, hogy mondjuk egy animősok közé, de ebben olyan lyukak voltak, hogy tehát nem az, hogy a mi logikánk szerint, hanem az ő világuk logikája szerint nem állja meg a helyét. Hát, bármilyen történet elmesélése szerint nem állja meg sok minden a helyét, igen. Hát meg talán van plot hole-lal, ilyen izékkel, hülyeséggel. Meg egyszerűen az, hogy tényleg az, hogy megmutatja azt, hogy ki volt a mestere. Ez egy perces szakasz volt. Tehát ennyi volt. Láttunk egy percet abban, hogy hogyan tegyek. Most, ha a második részben azt meg be akarják mutatni a teljes origin sztoriát, meg azt, hogy nevelkedik, az meg hülyeség. Tehát, hogy mert nem fogja kitölteni. Tehát, hogy én nem értem, hogy ezt hogy akarják folytatni. Mi a folytatása? Fogalmam sincs. Az a baj, hogy nagyon fura az egész felépítése az egész sorozatnak, meg a részeknek is egyébként. Tehát így ezek a visszapillantások, amikor tehát így részek elején vannak, meg aminek köze van például az adott résznek, vagy részhez. De az, hogy mit tudom, tehát ez a mester, hogy ez miért, annak nem volt köze például az egész részhez. Na. De amúgy visszatekintésben egy volt jó, amikor ugye ki van ütve. Amikor ugye meghal, és akkor visszatek. Az jó volt, amikor ott ki vagy, amikor mondjuk kiütődik egy karakter, és így visszatekint, mert akkor tudod, így ez a lepereg az élet a szeme előtt. Az jó, de ezek tényleg, megyünk a vád fele, és akkor így elkezdem mesélni az origin story-mat, miközben felgyújtok egy teljes izét, goblin várat, és akkor így... Az, hogy akkor mesélte, az nekem nem volt gáz annyira. Egy törvényt. Hát ott még jobban nem voltak a párhuzamok, mint amikor a mesterét elkezdte. Hát ott még az egy jó pillanat volt arra, hogy akkor most ott elmondja, akkor ezt letudtuk. De nagyon sok volt szerintem a visszatekintés, sok résznek az elejéből elvettek ilyen dolgokat, sőt, egy egész második részt ugye elvettünk belőle. Igen. Ami sok volt. Egy cserébe viszont a többi rész sem haladt annyira, amennyire lehetett volna. Szerintem nem volt olyan tartalmas.
Egyébként nem lehetett volna egy jó sztori belőle. Nekem, tudjátok, mi nagy bajom, hogy még a harcok sem voltak jó. Tehát most gondoljatok bele a harcokban. Szerintem egyébként hogy... azok viszonylag jók voltak. Az első harc még jó volt, de most az ő nem így csináltak, feldobantották, oké. Okay. És akkor az utolsó harc volt a legjobb, amikor a nagyok ellen, amikor nem a Goblin Slayer-t láttuk harcolni. Igen, mert hát, láttuk azért, hogy tényleg tapasztalt nekem, emberekkel vannak. Igen, nekem lassúak voltak a harcjelenetek egyébként. Nem a legvégső, az pörgött azért jobban. Lehet, hogy így akarták szemléltetni, hogy tényleg nagyobb szintűek harcolnak, lehet, hogy igazatok van. Mikor Goblin Slayer volt, csak akkor azért ez egy elég lassú lefolyású volt mindegyik. Azért kihúzogatja a saját goblinoknak a saját kardját, azzal még elsétál érte, hogy hívják, és nem csak amikor fekszenek a földön, hanem nem tudom, mintha lett volna ideje ilyen dolgokra is. Szerintem ez csak azért van benne, mert hogy szemléltethessék, hogy ő egy tapasztalt valaki, aki érti azt a dolgot, amit éppen csinál, tehát a goblin írtást. Egyébként nekem azt tetszik az egészben, hogy nagyon kreatív módok vannak arra, hogy írtsak ki ezeket a démonokat. Tehát a goblinokat. Démont mondtál csak. Ja, bazon, sorry. Baj. Goblinok. Most nem tudom, hogy halakszunk. Nekem az nem tetszik, hogy nem hallottuk neveket, tehát nem nincs meg az a kapocs, a néző és a karakterek között, ami alapból meg lenne. Nekem ez jön le ebből, tehát kicsit idegennek tűnik az egész. Nem ismerjük meg ennyire a karaktereket. Nem, ebben amúgy van logika, de szerintem ez amúgy nem egy rossz ilyen, hát nem tudom, tehát hogy most az, hogy nem kell neveket megjegyezni, meg tényleg ez a hívhatod úgy, hogy pop. Mert gondolj be az, amikor csak nem tudod neveket, és így beszélsz, ugyanezt mondanád. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy... Ilyet nem láttam még én sosem, egyébként, de szerintem nekem nem volt annyira szembetűnő. Hogyha most évadokon keresztül kellene ezt hallgatni, és jönnének új karakterek, akkor beleörülnék valószínűleg. Igen. Most ez így jó volt, mert a 3/4 jelentéktelen karakter volt egyébként. Jó, hát nyilván, persze, szóval. De hogyha még tehát a főszereplő nek sem tudjuk a nevét, nekem furcsa. De az nem rossz, hogy őt Goblin Slayer-nek hívják, nekem ez ott jött ki furán, hogy a nagybácsit mindenki nagybácsinak hívja. Tehát, hogy na az ott fura volt. Formellányt is mindenki Formellánynak hívta. Tehát, hogy ott már tényleg nekik kellettek volna a nevek. Tehát, hogy az ilyen, mondjuk az, hogy az NPC szintű karaktereknek kellett volna a név. Tehát, akik ilyen tényleg ilyen mellékesen állt. Az már nagyon fura lett volna, nem kellett volna, igen. No, nekik van is a főszereplőknek nincsen, az lett volna fura igazán. Akkor már inkább senkinek ne legyen, vagy nem tudom. De akkor viszont meg... Igen. Akkor... Vagy mindenkinek, vagy senkinek. Igen, de akkor, hogyha nem adnak senkinek nevet, akkor meg kell tartani ezt a szereplőszámot, és nem szabad nagyon sok mindenkit beleírni, mert akkor nem tudnak hivatkozni, nem tudnak mesélni senkiről, nem tudjuk, kikről beszélnek. Hát meg igazából nem szólították meg egymást, nem? Hogyha belegondoltak, mindenki elkezdett beszélgetni a másik. Nem, hát a törp, meg ugye az elf mindig hegyes fülnek, De amúgy hívták egymást gyíknek, ezt igen. Ezt észrevettétek, hogy mindenki a saját nyelvén hívta a Goblin Slayer-nek? Igen. Az kurva jó volt. Na, az nagyon tetszett. Az nem volt rossz. Az kurva volt, az elf is mást mondott rá, a törpe is mást mondott rá, a gyík ember is először izé drakonikul mondta a nevét, és az tetszett, az tényleg ilyen jó volt. Az, igen. Az egyedi volt. Tehát az tényleg az... Na, találtuk egy pozitív dolgot. Nem csak rend az egész. Ezért akartam, de ezt már mondtam egyébként, már említettem ugye a fekete-fehér jelenetek, hogy valakinek, amikor tényleg a papnő emlékezik vissza, akkor ugye van egy ilyen fekete-fehér jelenet, de minden karakternek megvan az adott jellegzetessége, és akkor van egy színe. Az nekem tetszett, az kreatív megoldás volt. Viszont ami még nem tetszett, az a 3D, baszd meg. Hogy a Goblin Slayer-nek a 3D-s megvalósítása, az valami szörnyű. Geci. Ez majd benne 3D-s megjelenítés. Én egyre emlékszem, amikor egy ilyen freeze. Egyre? Jó, nem. Hát a legtöbb jelenet az 3D-s volt. Tényleg bele? Aha. És olyan robotikus mozgása van, olyan szögletes az egész, ez szörnyű. Nem élik bele ebbe a térbe, amiben van. Nem a harcok voltak 3D-s? Volt ilyen, ezt nagyon nem figyelem. Ez most tényleg
De ezt már vissza kell vizelni. Két résznél figyeltem meg azt, hogy így olyan volt basszus, mint hogyha ilyen figurákat tetegettem volna, és így tudod, ez a... mint hogyha szétszették volna. Például az Ogrénél, ez a ugrás az olyan volt, hogy így ment. De tényleg így a... Milyen ugrás? Amikor ott... így ugrik, és így elcsapja az izével, a bárgyával, vagy milyen fekemével. És akkor tényleg olyan volt, mint hogyha úgy ugrott volna, hogy ez a jobba, és így ugrott. Tehát ilyen nagyon fura volt nekem ott. Azt hittem, ilyenre gondolsz. Nem, minden 3D-s rész az ilyen nagyon, nagyon kiugrik a térből, az, hogy 3D-sen van megcsinálva. Meg hogyha még sztorinál maradunk, akkor az se tetszik, hogy az első rész az egy nagyon erős indítás az egész sorozatban, igen. És így lehal. Tehát így egyszerűen lehal kb. A közepe fele. Elpuhul a dolog. Igen, tehát ilyen úgy tűnik, mintha a Goblin Slayer a legelső részben egy ilyen nagyon erős karakter lenne, aztán ahogy így jönnek be a karakterek, így olyan, mintha már nem értene semmihez, tehát így mindenki belesegít valami, oké, de a Goblin Slayer eddig is egyedül csinálta a dolgait, és valahogy így, így ugyanarra a szintre szorul a főszereplőnk, mint a többiek. Igazából lehet, hogy van be, ebben, amit mondasz, abban van valami, lehet, hogy ezért kellett a kanális rész, meg a lisztes, hogy megmutatják, hogy ő jobban gondolkozik, mint a többiek. De ki kellett emelni, hogy amúgy ő amúgy ilyen okosabb, csak így emlékeztetni kell három részenként, mert akkor elfér, hogy okosabb, mert ugye igen. Van egy béna páncél, egy kis kardal, egy kis pajzsal, és akkor így megy. De ugye a kanális résznél azt mondod, hogy azért megközzseni, a lisztes résznél azt mondod, hogy megközzseni, és így érted, tehát hogy folyton emlékeztet arra, hogy ő amúgy nem hülye, tehát hogy... Ja. Ugye először volt az, hogy jobbra mentem balra, amikor mondták neki, utána volt tehát ez a kanál és lisztesek, tehát ezek így folyamatosan emlékeztette, hogy amúgy ez még itt van, Igen. De ez is, hogy személyiséget semmilyen nem változott. De, a fejlődött. Szerintem attól a pillanattól kezdve, amikor mondta neki a csajok, hogy nem pofázik eleget. Igen. Onnan kicsit kezdett. Tehát az magára vette, vagy próbált akkor neki egy kicsit úgy, nem tudom, jobban kapcsolódni hozzá, nem tudom, de többet beszélt. Tehát nem csak egy szavas válaszokkal, de rengeteg egy szavas válasz volt még mindig, de több, nem tudom, olyan volt, amikor egész kerek mondatokat mondott. Igen. Tehát a személyiségfejlődés az alap, tehát az megvan. Igen, az de arról ennyit. Nem azt mondom, hogy ez a most megváltotta a világot. Tehát az is, hogy a végén leveszi a sisakját, szerintem annak jelentősége nem volt. Hát az főleg úgy, hogy nem is láttuk. Igen. De hogy nekem az nagyon tetszett amúgy, hogy a szemét sem mutatták. Nekem az alattuk tetszett, hogy nem láttunk arcot. Ja, minden. Nekem az komolyan mondom, az is egy ilyen jó ellen volt, hogy nem láttuk az arcát. De nekem abban benne a többieknek a reakciója tetszett igazán, hogy az a kis céh, az a kis csárda, vagy mi a fene, az a kocsma, vagy akármi, ami látja folyamatosan, ki is fejezik amúgy, hogy elég idegesítő, hogy ott van, de szar lenne, hogyha nem lenne ott. Közvetlenül nem beszélnek vele soha, nem tűnik úgy, mintha érdekelné őket, de azért folyton róla pofáznak, meg azért körülgyűltek, amikor levette a sisakját. Tehát hogy ez egy jó jelenet volt nekem. Hát igazából olyan, mint egy mítosz. Tehát az egész olyan ember, nem hiszed el basz, hogy ő egy ezüstrangú, meg ilyenek, nem, és akkor itt tudod, hogy egyszer csak így látod, hogy mit csinál, és akkor... Igen. De... Ja. Nektek mi tetszett, mi nem tetszett? Vagy ezt már ennyi? Hát nem, kezdhetjük azzal, hogy mi nem tetszett. Akkor azt... Neked egy külön részt csinálunk arra, hogy mindent tetszett. Hallod, csináljuk. De egyébként osztom a véleményedet mindenről, csak te mindent megragadtál külön. De ez is értető. Na mindegy, a lényeg, hogy nekem akkor a legelső dolog, ami nem tetszett, az, hogy bedobtak a közepébe. Nincsen setting, nincsen lore, nincsen világépítés, nincsen semmi. Vagy hogyha van, akkor félkész. Nincsen befejezve. Ez a kockadobálós dolog, ez ötletnek jó volt. Meg minden, de és akkor volt 2-3 másodperces jelenet erről a teremtés dologról, de nem volt semmi. Szerintem ez így ilyen elnagyolt volt. Mi nem tetszett, meg sok minden nem tetszett. Tehát ugye minden, amit ezek a kis átrántások, ezek most tetszenek, vagy nem tetszenek. Néha én is soknak találom, de annyira nem. Hát karakterfejlődéseket, ha már ott tartunk, akkor most láttuk ezt, hogy kicsit többet beszélt Aizé, de például a többieknél semmit nem tudnék felmutatni. Nem, tehát hogy egy évadon keresztül semmi. Szerintem nagyon elhúzták,
felesleges dolgokkal, vagy lehet, hogy nem is felesleges dolgokkal, csak lassan történtek, lassan történt az egész sori, és mégse jutottunk annyival előrébb. Tehát amit megcsináltak, azt megcsinálták volna mondjuk, tudom én, 6 részből. Ja. Vagy valami ilyesmi. Több tartalmat vártam egy kicsit. Ami jó volt, az, és ami miatt a pontszámot is fel fogja húzni egyébként, ez csak az alapbeállítás egyébként, hogy az nekem nagyon tetszik az alapötlet. A karaktere Goblin Slayernek nagyon tetszik. Ez szerintem egyébként a többieké is jó, csak lehet, hogy kifejthették volna egy kicsit jobban az, ki milyen. Igen. Mert mindenki csak ugye beszólogatott egy-kettőt, aztán ennyi. Cserébe viszont háttérsztoriból lehetett volna kevesebb. Vagy akkor egyszer mondjuk el, ne hatszor. Aztán... Tehát, hogy nem mindegy, tetszett a beállítás. Igen, sajnos ez egy hibám lesz, és ez szar, de ez a világ, meg ez a téma, ez pont elég ahhoz, hogy valamennyire azért felpontozzam az egészet, meg az alapötlet. Azon kívül nem éltem annyira. Mert például én a világépítésre egyetértek, tehát ebben az nem volt világépítés. Igen. Tehát, hogy gondolom, láttunk két várost, meg egy falut. Meg néhány ilyen... Meg ilyen domokat, meg ilyen goblin helyeket, de hogy így megjegyeztek egy-két dolgot, megyünk tovább. És akkor így nem tudtunk meg semmit a városról, ahol a cél van. A vízváros, szintén láttam el, de semmi gond. Hogy arról sem tudtunk meg többet. Tehát, hogy így, nem csak annyit tudtunk, hogy a vízvárosa, azért mert olyan, mint Velence körülbelül, de és van egy ilyen nagy templom. Ennyi landmarkot láttunk. Meg azt, hogy kereskedelmileg fontos, elvileg. Ja, gondolom a vízi utak. De ami másik nálam, ami kibaszta a biztosítékot, miért lett ködös a szeme? Kinek? A csámónak. Tehát én értem, hogy valahogy mutatni kellett, hogy ő bebezerkeli magát, és nagyon kemény lesz, de hogy most azért piros a szeme, mert átjárja valami erő, mágia, értitek? Vagy csak így az volt. Csak demonstrálták. És miért mindig csak az egyik? Mert sosem ugyanaz, hanem mindig a bal, nem? Hát mert a másikat becsukja. Nem, de tényleg egyszer a jobb, egyszer a bal volt neki. Nem. Amikor a király ellen ment, 100%, hogy a jobb volt, amikor meg a papnőt ment, tényleg a bal volt. Hát én nekem már nem figyeltem. Arra én sem figyeltem, de mindegy, legyen, hogy egyik szemet. Szóval, oké, egyik szemet, de erről sem tudunk meg semmit, meg az, hogy semmiről semmit nem tudunk meg, semmit nem tudunk meg a mesteréről, az előző felfedezőkről, a hősökről, mert amúgy lehet, hogy a hősök nem is voltak nők, csak valaki így mesélte. Mert ez olyannak tűnik, mint hogyha ülne a kocsma, és így mesélne, hogy amúgy volt. Jó, de akkor miért mutatták? Tehát, hogyha mesélik, akkor miért mutatják azt, hogy nők? Mi van, hogyha így mesélték? Érted, hogy mert úgy váltott a jelenet, hogy jön ez a három csaj, csinálják a lordot, és akkor utána egyből vált, és ott mondja, hogy és akkor legyőzték azért a démon urat, érted? Tehát olyan volt, mint ugye a sztorinak a végét már ott látnánk a célbe. Igen, de volt egy... Nem tudom, ez nekem ilyennek érződött, hogy ilyen, mint hogy a Duma, mint hogy a mesélte volna a srác az egészet. De nem tudom melyik részben, de volt valamelyik részben egy másik jelenet, amikor a hős csapata, a goblin, vagy goblin, a démon lord után, legyőzése után már ott mászkált valami városba, és azt nem mesélte senki, és mégis nők. Hát nem tudom, nekem nagyon fura volt. Tehát az is, hogy valami fesztiválról beszélt. Nem, ott előtte volt, mert beszéljük, hogy le kéne győzni a Demon Lordot, hogy a fesztiválra visszaérjenek. Ja. De hogy én ezt nem értettem, ez olyan volt, mint hogy bedobtál volna egy ilyen tök random dolgot, hogy amúgy az is itt van, és akkor hogy mondja az érsek, hogy amúgy nálunk is van fesztivál, és így, hát milyen fesztivál? Hol? Kinél? Nem volt semmi bazeg. Mire fel? Állag, hogy ember, ez ilyen olyan random dolgokat mondok, ez ilyen, mint hogyha elkezdnél írni valamit, utána így gondolkozz, hogy... Eszébe is van, azt már megírom. Tényleg, de a fesztiválnak volt bármilyen? Nem. Bármilyen fesztivál megjelent ott? Nem is volt értelme, ez még egy ilyen logikátlan. Ez így állag, oké. Csak veled szúrva, ennyi. Igen, szinte olyan, mint hogyha lenne egy ötlete az írónak, és ezt leírja. Ez így jó lesz. De amúgy nekem ilyen volt a mesteres is, amikor visszaemlékezett, hogy amúgy itt mester, kérdezek hármat, megyünk tovább. Oké, mentünk tovább, és így csávó, ki volt ez, miért volt ez? A kis csávó, mi a cég került ide? Nem egy formon élt eddig, hogy a faszomba került a helyre? Miért ment a helyre? Honnan tudta, hogy ezt tud a goblinokról?
így állok, hogy több a kérdés, mint a válasz. És akkor nekem a személyisége viszont tetszett a Goblin Slayernek. Ez az egyszavazások, meg ezek tök ilyen olyan, hogy szadik a világba, aztán megy előre, de... És egyébként ez a kérdés, ti ezt értettétek? Még a legelső barlangban, a legelején, amikor megy megmenteni a kis csajt, hogy miért nem lehet egy véres kardot használni? Hát amikor bele volt szúrva a goblinba, és hogy nem a saját kardját használja, vagy hogy miért a izét, és akkor miért hagyja ott, kérdezte is, hát azért az már túl véres, ahhoz, hogy használja. Ez megvan nektek? Várjál, ne, az a gobliné. A goblin, amit leszúrt, mert hogy a csajnak a vére érződik, és a goblinok kiszagolták volna. Ja, igen. Azért mondta, hogy mert tudod, amikor elkezdi, ugye, mert... Ezt kérdezik, tudom, hogy miért kették össze magukat. Mindig összekenik magukat. És mondta, hogy túlvérsz, de a csajnak a vérére gondol. Ja, na az lehet. Hogy tudod, hogy leszúrták vele, és átvette az... a szagát. Ez mondjuk logikus, igen. Oda megy, akkor meg izé. Mert azért vitte el a gyereknek a kardját, mert tudod, semmi ez nem ért hozzá. És akkor az elfedi a páncélszaga azért. Mm. De a gyereknek a kardja meg túl hosszú. Ezt miért vitte volna magával? Elvitte magával, de elrakta. Nem használta, csak elrakta. Majd csak fényben. Vitte az aciba. Hát amúgy sokat ér. Hát de most így meg... Honnan tudod? Miért az a komment? Mi? Hát a gyerek elvesztette a kardját, és nem tudott újat venni. Hát azért nem volt pénzed, nem azért, mert sokat ér. Hát de bazzik, hát akkor sokat ér. Hát egy kard. Hát mi egy kalandozó világban a kard? Bazzik, nyilván sokat ér. Hát most, hogyha vennél egy kardot, az is sokba kerül. De hát veszély, hát neki is kell a pénz. Hát azért éhen halni nem akar, meg mondom, szerzi a zsákaranyat egyfolytában. Tehát azért a goblinölésnek is van kifizető. Tehát mondja, hogy sokan keveset adnak, de látszott, hogy tele van pénzzel. Tehát, hogy hát igen, az biztos, hogy most belemennék a gazdaságába ennek a világ, ennek a félig felépített elbaszott világnak, akkor csak újabb kérdések születnének a... Az biztos, igen. Csak most mi mennyi harapba kerülünk. Ez a világépítés a szörnyű vagy, de a másik, igazából ezek a párok, nekem ez volt meg fura, hogy ugye mindig egy fiú és egy srác ment. Egy fiú és egy srác? Egy fiú és egy lány, vagy, de amúgy meg az elején ugye úgy volt, hogy volt egy srác, volt egy mágus, meg a monk, és nihányzott a gyógyító. És azt kellett nekik. De hogy ez most mi alapján volt, hogy például a lángyás ment egy mágussal, a másik, ugye az a pallosos ment a paladin jelölt. Nem mindegyik ilyen logikusan izéki gondolatok, csak az bírták egymást, akkor menjünk kalandozni, aztán nem mindig ilyen. Csak nekem olyan feelingem volt, mint hogyha a mágus meg a lángyás ilyen testvérpár lennének. Tudod, ez a mindegyik más nézegetett, nem egymással voltak mindig elfoglalva, hanem mindig kinézegettek, és akkor ilyen nagyon ilyen fura kapcsolatuk volt mind a két párosnak, akit ugye láttunk. Nem tudom, egyszerűen nagyon az egész ilyen elvitte egy rossz irányba ezek a lyukak, meg hogy ilyen logikát. Túl sok volt, mert lehet egy filmben sok logikátlanság, csak tehát azért ennyi basszus, meg tényleg az, hogy nem volt semmi, tehát jelentős igazából nem volt semminek, mert az, hogy goblinakat ölt, az egész végig megmaradt, tehát mindenhol goblin tölt. A koncepcióhoz az maradt, igen. Egyébként nagyon... Igazából a sorozat olyan volt, mint a csávó ilyen. Egy szavazott, azt csinálta, amit mondott, csak az érdekelte, amit mondott, és néha így történt vele valami extra dolog, de hogy így ennyi, és így... Extra dolog, random fesztivál, amit nem látunk. Fú, amit még említettem. Tehát a goblinok megerőszakolták ugye a hajadont. És megvakították. Mert ugye az volt, hogy ott beszélik azt, hogy kínos, hogy egy goblin sose belezné ki az áldozatát oda, mert hogy abból jött le, hogy nem goblinok voltak. Mm. És akkor mondja, hogy és akkor egyértelmű volt, hogy a goblinok vakították meg. Na most, hogyha egy fontosi csaj volt, akit megvakítottak a goblinok. Egy, hogy jutott ki a goblinoktól? Kettő. Kivette, kitől tanulta a mágiát, meg a kardforgatást. Tehát, hogy az, hogy jutott de ide... Már kalandor volt, amikor megerőszakolták. Oké, de valahogy eljutott egy érsekségig, úgyhogy érzékeli azt, hogy ki áll ködötte, érted? Tehát vakon nem tud... Ő később lett érsek. Igen, de ezt mondom, hogy jutott ki a barlangból, tehát nekem hiányzik itt egy ilyen, hogy van barlang, előszakolás, megvakítás, érsek lett. Tehát ez nem egy ugrás, hogy így jött, hanem így valami értel, és közben még legyőzött egy démonlordot. És így... Igen. Tehát ez olyan volt, mint hogy van egy egyes karakter, és így veszek rá egy boostot, és így akkor meg volt, és így kinyílt fegyverbe, azért városvédő lettem, és így megyek tovább. Tehát, hogy... Most abban nem vagyok biztos egyébként, hogy itt a hajadon az ugye azt mondja, hogy 10 éve erőszakolták meg a goblinot, hogy mikor volt a Demon Lord legyőzve. Ja.
Ezt mondja, hogy 10 éve? Hát az még nagyobb lyuk akkor. Hát az, mert hogyha 10 éven belül volt a Demon Lordnak a legyőzése, akkor milyen gyakran vannak Demon Lordok, baszd meg? Folyamatosan beszélben van a világ. 5 éven tegetsz. Jönnek a ősök, hogy legyőztük egyet. És következő ősök, hát mi már megyünk a kövide. Már jön a másik, tudod. Ráadásul ahelyett, hogy azért toboroznák magukat, meg ilyesmi, először egy ilyen nagy Demon Lord volt, most meg egy random csúszó lesz. Mondom, mindig a jobb kezet, tudod. Így hogy majd mi, srác, tudod, mint a politikában. Én jobbá teszem a világot, és így jön. Inkább, inkább az évent a Demon Lord támadáson. Hetedik részben is, amikor így azért mondják, hogy amúgy rájöttünk, hogy a zöld fülöket lehet képezni kéne, úgyhogy az ex-izék kalandok jönnek azt, hogy tanítják, és akkor a Demon Slayer is beállt, és így, geci, hát ez sokáig tartott, miután még a hajadont is megerőszakolták, mert bement zöld fülöket, meghalt 4 csapat, és így, srácok, szerintem el kéne kezdeni őket vívni, tanítani. Tehát, hogy, lehet. Tehát, hogy, nem árt, nem árt. Ez a egyre több a komoly minden, és így, egyre kevesebb a harc, és lehet, hogy tanítani kéne őket, iskola kéne ehhez, meg ilyenek. Lehet, hogy kurvára tudni kéne ezeket a jeleket, és akkor... Ja, elmondani nekik, hogy a barlangban nézzél, pallossal menjünk. De, de amúgy tényleg ez a gyerek bazzeg, én már megoltam goblin, tudod? Azok szerintem ilyen, az, abban megint nem lehet a logikát, azok ilyen... Nem tudom, miért voltak olyan elszántok, hogy én, jó, hát tudom, hogy a goblinok az ilyen low-levelek, meg minden, de... Ez ők nagyon úgy mentek be. Nekem olyan van, mint akkor leviszed haverjaidet először, hogy itt dungeon-ezni, és meghaltunk, oké. Respawn, tudod, akkor mehetünk újra. De ez egy logika. De nem is azt értettem, a mágusnak egy lövése volt. De mondta, hogy ez volt az egy lövése. Egy tűzgolyó volt, egy ilyen pici tűzgolyó volt, megsütött egyet, és akkor így... Tudtam. Nem, az a másik volt, ez a patkányos volt. Ja, nem arra beszélsz? Nem, most az elején, de annak is csak egy volt. Ezek lemenek be, azért úgy szörnyű, hogy pff, jó, innentől fighter, go! Csak egy volt. De nem is, mit el így malmazik, hogy azért mindjárt, ez egy kardot elhagyta, jó, akkor még megnézzük, hogy azért, de igen, mert vissza akart menni a kardját, tehát abban van valami, de ezzel mondom, hogy szerintem valami erő húz, tehát én itt a külső erőt így éreztem, hogy azért egy kalandor, mert mondta a papcsa is, hogy ő be akart állni kalandornak. Tehát ő tanult valahol, és utána mondta, hogy ő kalandor akar lenni. És a Goblin Slayer meg itt kívül esik, mert ugye mondta, hogy én nem akar kalandor lenni, hanem csak goblinokat akar ölni. Igen, de hát muszáj, hogy kalandornak lenni. Igen, és utána meg a végén azt mondja, hogy kalandor akar lenni. Mi? A végén azt mondja, hogy ő is kalandor akar lenni. Igen, ott elhatározza, ja. Mert a Goblin Slayer is, hogy nem, hát nem elhatározza, hanem még mindig azt mondja, hogy hát ő nem tudja. Most már benne van a képben, hogy kalandor ja, lesz. Igen. Ezt mondja, hogy... Ne. De hát, hogy elfogadja ugye az elfnek az ajánlatot, hogy elviszi kalandorozni, vagy kalandozni. Jó, de és eddig mit csinál? Tehát ne szolgálkozom a vezőt, attól végig, hogy goblin. Tehát amit mondta, hogy a goblin, az egy ilyen felhasznált húsdarab. Igen, tehát, de ő maga sem úgy fogta fel, hogy ő kalandor egyébként, hanem ő a Goblin Slayer, és ennyi. Igen. Ezt így. Tehát magára is úgy volt. Attól még ezek kalandok voltak, tehát ez most hülye hangzik, de attól ezek, tehát hogy ő így nem így látja, attól ezek még kalandok voltak, és az olyan, hogy itt... De hát az elf is azt mondja, hogy az nem egy kaland, hogy szétgyilkolsz mindenkit. Érted? Csak akkor meg nem tudom, hogy mi a kaland. És akkor kérdezem. Egy éjszaka iskola. Elment felderíteni. legyőzött egy champion, majd megfektette az érseket, és utána még túl is újrajeleztették. Akkor mi a kaland? Tehát ez nem kaland volt, ha akkor bajba vagyunk, mert akkor elég magasra tették a lécet. De ez sok kicsi kaland is. Nem egy nagy. Az érsek így ezt mondták. Egy szerződés, egy kaland van. Nem, ez ilyen iszonyú van. Összecsapott dolog volt, szemben egyetértünk ebben. Még nem tudom, hogy van a manga fölépítve, se a light novel, mert azt is felírtam egyébként, hogy 16 kötetes light novelből készült ugye a manga, aztán az anime, de hogy a... Hú, hát akkor lehet, hogy... Ja, Ezt nem tudtam, hogy ez adaptáció amúgy, vagy hát tudtam, hogy mert a mangáról hallottam, azt mondtátok hát, csak, minden anime. Az, de hát igen, ja. De hogy... Mert akkor lehet, hogy ez egy normálisan megírt valami. Hát valószínűleg a könyvek azok sok, igen, az valószínűleg jobban fel van építve. Ezt nem mondjátok már basszus. Valaki ír egy
kurva jó könyvet, és de ezt csinálják belőle, hát, akkor ott most vagy a stúdióba osztált őt, de... vagy valami történt, de... Hát a rendezés az fixen saját dolog. De hát a rendezés is szörnyű volt. Hát ezek azért nem voltak a legjobb ilyen képek, meg ezeket sokkal jobban meg lehet hát csinálni. Azért katasztrofikus volt ez az. Ja, mi volt még szar? De tényleg a világépítés nekem annyira lehúzza az egészet, hogy még igen, amikor mondja azt, hogy az elfeknek van külön városuk, meg ugye az, hogy azt mondja, hogy a vízváros az egy emberváros. Tehát, hogy ott nem látunk más, pont amivel poénkodtunk, hogy ez a meglepődnek az elfen, és hogy ékemberen meg nem. De hogy akkor ez látszik az, hogy az egy full emberváros, de akkor mindenkinek van saját városa, és nem olyan gyakoriak azok, hogy egy elf kalandozó valószínűleg az elf kalandozó céhébe megy vissza. Értitek? Tehát, hogy az embereknek van saját városuk, saját céhük, és az elfeknek is. Tehát ez nincs olyan, hogy összeverődik így egy ilyen bagázs. Mert láttunk ilyen elf-szerűséget. Az a srác. Az megint egy külön faj. Az igen, az egy másik faj. Ez nem a neve volt, ugye? Ja. De hát lehet, hogy valami elf a faj, nem tudom. Csak, de ja, faj. Nem, azt is elmondják, csak arra már nem emlékszem. Nem. Hát nem lehet mindenre emlékezni. Micsoda? Nem fény elf. Fél? Nem. Hát valami, lehet valami félszerzet amúgy, de... De tök mondani, de annyira nem volt egyértelmű, hogy most itt mik a... Tehát meg az, hogy a három hős, az mind ember volt. Ja, igen, igen. Tehát az sem volt értelmes, hogy az előbb elmedek 10, úgyhogy... A rasszista. De nem, de tényleg láttuk a falfest, mindig tudjátok a visszaemlékezést, hogy az volt ember, törpe, ez egy ikember, voltak 10, itt meg három ilyen 12 éves csaj, így elindult, azt legyőztek. És így náluk volt egy pallos. Kösz. Tehát, hogy így náluk volt az adott kardja, bazd. Egyébként a szinkron azt tetszett, hogyha még jó dolgokat akarunk megemlíteni. Meg felírtam egyéb... Az eredeti japán mutatítszünk. Hát, jó megtalálták a hangokat. A mágus csajnak nagyon, nagyon jó volt a hangja. A lila hajónak? Az nagyon tetszett, hogy ilyen higgadtan beszélni, de mégis olyan, mint hogy be lenne állva, ilyen opiumtól, vagy nem tudom. De olyan volt, hogy ilyen tagoltam igen. De amúgy az nem... De az amúgy a szinkronban is kihallatszott, hogy ilyen tagolja a mondatai. De nem volt, hogy ilyen ötszoros mondatot, az meg ilyenségben mondott el, és így... Meg egyébként felírtam a két főszereplőnek, a Goblin Slayernek, meg a papnőnek, hogy miben játszottak még. A Goblin Slayernek a szinkron hangja, a Suicide Squad isekai-ban lesz a Jokernek a hangja. Hát ez mondjuk... Érdekes lesz. A papnő meg a Platinum End-ben volt egy ilyen angyalnak a hangja. Az is főszerepben. De ezek sosem rosszak, amúgy, mert jól átadják. Szerintem jobban átadják, mint hogyha mondjuk angol szinkronnal néznénk. Mert van, hogy a japán az mindig így átadja, nem tudom. Tehát... Hát én most összeneszek veletek egyébként, és most ugye előző, tehát a Made in is elmondtam, hogy nem ezért pontoztam le, mert ezt meg kell szokni ahhoz, hogy az ember értse, mert nem értse, hanem hogy megszokja és élvezze. Én nem élem egyébként a japánt, mint a nyelvet, vagy a szinkront egyébként. Engem különösen tud zavarni a fura hanglejtés, de ez csak nekem fura, mert én nem hallottam még eleget. Szóval... Hát előbb-utóbb igen hozzászoksz, de... Vagy nem. Lehet, hogy ez tényleg ilyen hozzászokás kérdése amúgy, de... Mert engem tényleg nem zavar, tehát Nekem külön tetszik. Tehát nekem tényleg az az érdekes, hogy külön tetszik. Tehát, hogy... Mondjuk én amúgy azért szerettem többször megnézni, hogy egyszer megnézem, elolvasom a feliratokat, és akkor így tudod, megy vele a sztori. Ha. És akkor utána meg így másodszor, meg már kb. Benne van a sztori a fejemben, hogy mit mondanak. És akkor úgy egy kicsit... Jaj, ez inkább a képi világra figyelsz. Még nekem az volt az érdekes, hogy ugye tudta a Goblin Slayer, hogy mik ezek, ugye a Home Goblin, meg a bajnok, de hogy azért a bajnokot egyedül nem tudta volna legyőzni. Tehát, hogy ő győzött már le bajnokot egyedül? Vagy királyt? Ez azért ezek érdekesek voltak. Igen, fura, hogy így egyből levágta, hogy hát itt valószínűleg Goblin Lord fogja vezetni az egész csapatot, aztán a champion is, és tudta, hogy az egy champion. Igen, de nem, ez nekem nem volt fura, hogy így ezeket tudta, és akkor utána meg, hát nem úgy kevés vagyok 100 goblinhoz, tehát ezeket honnan szerezte meg ezeket az információkat? Tehát ez most ilyen, vagy ez megint ilyen olvasta. Jó? Tehát, hogy...
Nem, sok minden fura volt, az baj, nem tudok mindent kiemelni. De, meg nem figyeltem úgy mindenre, de amúgy tök logikus, tehát hogy fura. Igen, fura. Ez a... Nem lehet valami csinálni, fele fura volt. Gyerek, nekem, hogyha összegeznem kéne, én egyszerűen engem elvittek ezek. Te mínusz pontot adnál. De nem is az, hogy mínusz, de tényleg engem elvittek ezek a hívek. Ha nagyon-nagyon sok ilyen van, akkor egy idő után nagyon felfigyelsz rá. Tehát, mert nem azzal foglalkozol, hogy úristen, történések vannak, hanem hogy ez lehetett volna máshogy is. Biztos vagyok benne, hogy csalódni fogok egyébként, de én a második, de én meg fogom nézni, és kíváncsian. Második év van? És azért reménykedve. De már csak azért, mert nekem a setting, meg a maga az alap, az tökre tetszik, és remélem, hogy kihoznak belőle valamit, de mondjuk ha már egy első évad ilyen szar, akkor nehezen fognak. De nem, mert tényleg a Made in Abyss-t így részre néztem. Mm. Tehát, hogy az így, ahogy volt, hogy ez megint újat mutatott, ez az, mentünk tovább. Az végig tök jó volt. Jött, karaktereket sajnáltam, hogy eltűntek. Itt meg így, elment egy karakter, és akkor így, okay, eddig se tett hozzá, most miatt ne hozzá az, hogy eltűnt. Tehát, hogy nem volt lényeges az, hogy az elfék ott vannak-e a képen, vagy nincsenek. Ha nem volt harc, nem volt lényege. De nem is voltak ott, amikor nem volt harc, kb. Hát meg amikor sétáltak ott lent, semmi másról nem beszéltek, csak ugye a gyík ember pár mondatot beszélt a Goblin Slayer. Oké, ezek az egyszoros válaszai valószínűleg eltérítenék az embereket, hogy beszélnek vele, de hogy senki nem mondott semmi ilyen hozzávetőlegeset, hogy valami karaktere így, amit hozna a csapatba, értettem. De amúgy a zenék jók voltak. A zenék ezek egész jók voltak. Az volt az érdekes, hogy amikor voltak csatajelenetek, akkor ilyen, hogy hívják ezt, orkestra magyarul? Értem, mit mondasz. Ilyen nagy zenekar, tehát ilyen színpadi zenekar szerű zene volt. Amikor a Goblin Slayer harcolt egyedül, akkor meg ilyen átment metálba. Az nagyon tetszett. Meg így alapból, tehát így a kis aláfestő zenét, tudod, amikor benne van, ott vannak a cégben, akkor ilyen tini. Nekem az is tetszett. Jó volt, a hang amúgy itt jó volt. Jaj, tehát a hangulat az alap. Azt meg mindig volt háttér, ez a ilyen modajlás, amit beszéltek a háttérben, mikor két karakter beszélt, még akkor is ugye háttér volt ilyen modajlás. A cégben mindig volt beszélgetés. Kitöltötték, az mondjuk tetszett. Jaj. Na ez például egy, bocs, mond. Nem, annyi volt. Na csak, hogy a... Nézd, ez például egy jó pont, szerintem most nekem így a médi nem vissza eszembe, ugye, hogy azért ott annyira nem voltak olyan extrák, ugye ezt te vetetted fel. Hát ott, igen, ott így. Itt a hangeffektek meg az ilyenek azok annyira nem, itt szerintem nem volt semmi baj. Egyszer volt egy olyan itt a Goblin Slayer-ben, amikor, nem is tudom melyik rész, talán az elején volt, amikor a Goblin Slayer így belevág egyet a kamerába, és van egy ilyen ilyen hang, és azt nem tudta hova tenni. Az majdnem minden résznek a végén. Igen? Kilépőnek én, és ezt nem tudtam. Igen. Azt nem értettem. És hova venni, hova tenni. Úgy fejeződött be egy csomó részig. Nem tudom, ezt nem hallgattam így. Na, az fura volt. Ez tényleg fura volt, amúgy. Ez igaz. Én komolytalanná tette az egészet, de úgy nem volt. Nem, amúgy sem volt egy izé. Igen. Na, amúgy tetszett, hogy ilyen véres, meg hogy minden, tehát nagyjából a gyilkolásnak minden részét mutatják. Hogyha. Az amúgy nem volt de, rossz. De miért amúgy szerinted most ezt tényleg csak egy kérdés, hogy szerinted, hogyha most mutatják a csávónak, hogy kibelezik, mondjuk plusz 5 perc mindegyik rész, és de... mutatnak ilyen részeket, meg hogy mondjuk, hogy nem tudom, tényleg megégetik de... őket. Meg nem arról beszélek, hogy a sztorihoz hozzáad, Kevin. De nem úgy, hogy látvány az is hozzáadna. Szerintem a látványhoz hozzáadna, igen. Hogyha ilyen brutálisabb lenne. Mondjuk így is brutális egyébként. Tehát... Hát azért a duha leszaggatás, meg az ilyenek azért nagyon komolyan kiemelték. Igen, tehát ez kényelmetlen volt. Mondok el, és semmi. Mi? Mi az, hogy kényelmetlen volt? Hát nézni. Hát, hogy ilyet nem jó nézni, igen, azt, hogy leszaggatják valakire a ruhát. Mert, aztán, nem jó, aztán elkezdik szétverni majd, megerőszakolják. Tehát ez nem egy ilyen jó. A szándék miatt elromlott ez a kép. Igen. Ez a szakítják. Magától vetközött volna, akkor most érted. Tök más. Igen. Vagy ha kéri, hogy szaggassák le, akkor az megint egy másik. Nem az, de hogy érted. Hogyha ott van a koncert. Hallod, lehet, hogy ide, hogy van ilyen nézé fétis, és igazán van, aki bemegy a barlangba.
Jaj, lehet a boltak. Segítség. Mr. Goblin. De amúgy... Step Goblin, mit csinálsz? De amúgy ezt, tudjátok, mi a nagyon poén, még azért szóltatok, nem volt egy öreg se benne amúgy. Nem volt egy öreg ilyen rosszul kinéző ember se benne. Nem, nem. A kobold. A goblinok így néztek, hogy... Amúgy úgy elkönyvelt a koboldnak. Lehet, hogy nem is az, tényleg. De, nem tudom. Amúgy esküszöm, nézzük oda egy képet. Most patkánynak tűnik amúgy. Burglar. Traveler. Barrel Rider. Ne, nem mondod, az a beceneve, hogy Barrel Rider. Ne, ezt odakozzunk már, azért tényleg. Mert most mi a bajod? Nem tudom, hogy szerintem. Mi a Barrel Rider? Hát ez a Hobbitban ugyanúgy. Úgy, amikor Smaugra beszél, azt mondja, hogy... Ja, ez egy rea, hogy, amúgy. Hogy hívnak téged, és akkor mondja, hogy azért, hogy Smaug vagyok a legyőzhetetlen, és akkor mondja, hogy azért... Igen, az baj, hogy most csak ezt tudjuk felhozni, lehet, hogy fantasy wise amúgy ez. Tehát valami egység az fixen van, tehát hogy valaki kitalálta, és akkor mindenki azt használja ezeket a neveket. Tehát nem hiszem, hogy a Tolkien volt az egyetlen, aki leírta legelőször. A legtöbb az biztos, hogy nem. Szerintem itt én nem is ezen voltam fennakadva. Valakit el tudom képzelni, nem, hogy zavar az, hogy izé. Nem, de az a baj, hogy ez ilyen nagyon sok, nem azt mondom, hogy csak a Tolkientól, de például nagyon sok ilyen, tehát én a kockázásnál hittem azt, hogy ezt ilyen nagyon ilyen D&D-sre akarják. Mert én azért vártam, hogy tényleg az, hogy mondják, hogy az isteneket ott kockáznak, és akkor tényleg így a végén egy olyan, hogy van egy csávó, aki így ül a székbe, és így ott van a Goblin Slayer ilyen figurába, és akkor így látjuk, hogy ott van a másiknál a gyík ember. Miért? Na, van ilyen. Nem tudom, meg sok vált. Jó csavar lett volna, igen, de nem hiszem, hogy ez lesz a vége. Ja, nem azt mondom, hogy ez lesz a vége, csak hogy nagyon sugalták, érted? Tehát, hogy azért nagyon erősen volt benne. Szerintem a kockázás ez csak metafora arra, hogy küzdenek egymással a világuralomért. Nagyon sokszor ugye benne volt a... Kivek, most olyan hirtelen akartam mondani, nem a télerek ma. Az intro. Az intro, igen. Az introban is benne van a kockázás. Ugye mindig, amikor látod, így mennek, és mindig így dobálják a kockát benne. Igen, igen. És ott nem csak hat oldalút, hanem ilyen több oldalú kockákat is eldobáltak. Na, azt nem láttam. Én csak hat oldalú. Ilyen nagyon, az direkt így lelassítottam, és így néztem, hogy nagyon sokféle kockát eldobáltak benne. Nekem az volt nagyon fura, mert tehát azt mondom, hogy mindenki egy hat oldalúval dobál, az oké, de ott nagyon sokféle kocká elgódult. Tehát, hogy mondom, nekem nem lenne ezzel bajom, hogyha lenne, mert ha megcsinálod a saját világodat, és ezeket beleteszed, és tök jól, akkor oké. De ez olyan okos volt ez a sztori, hogy így látszott, hogy ilyen, mint hogy ki akarnak tölteni ezekkel, érted? De nekem az volt a bajom, hogy ezeket azért vette át, hogy így kitöltse vele a dolgokat. Lehet. És igen. Nekem ezért volt kurva cigerelés ez az egész, mert hogy amíg azt mondom, hogy bazzeg, van egy jó alapsztoria, és tényleg így el tud jutni A-ból B-ből, de ez a fesztiválos is, jön a fesztivál, senki se tudja, mi az a fesztivál, de így kétféle fesztiválnak hívják be azt, és utána semmi nem történik. És így... Oké. Ja, hát igen. Meg így az a harc, hogy feldobbantjuk. Hát, mert dinamitot is viettél volna. Tehát így, meg lőpont. Van lőpont a világokban. Tehát én ezt nem értettem. De azt nem szabad azt használni. Azt mondtad. Úgyhogy lisztet használ. Van lőpont a világokban, hogy láttál fegyvert? Nem, de hát ágyú lehet. Attól függ. Milyen ágyú, hát hogyha ágyú van, akkor fegyvernek is kéne lennie. Ez ki mondja? De a lőpor... Tehát... A lőpor az csak robban. Igen, de valaki összeteszi, nem? Tehát én azt mondom, hogy a világépítés itt is bejön, hogy valaki összeteszi, hogy fegyvert. De lehet, hogy tűzijátékra azt lehet. Ezt fesztiválokon tudod. Hallott, nem láttad a Kung Fu Panda 2-t? Ott is az egyik modell álljon bazzik, hogy az él. Húzsukban. Hát is mi lesz belőle ágyú? Az a kreativitás, tudod. Hát meg igazából itt, nem tudom, olyan kicsit, mint hogy elvesztette volna az emberségét maga a karakter. Tehát, hát el is vesztette. Tehát egy ilyen... Hát persze. De nagyon, ez ugyan... De a Mini-Device-on van egy olyan negatív párhuzam, hogy szerintem karaktereket túl rövid ideig mutatnak. Tehát hogy itt főleg a mestert, tehát ezt semmit nem mutattak belőle. Tehát hogy így ez a... Beszólogatott, megsértette kétszer, hármat kérdezett, aztán így elment, és akkor így visszaemlékezett, hogy mi van a zsebemben. És akkor, hogy
új ötletet kell kitalálni. Szétbaszott az ideg. Tehát hogy tényleg, szó szerint, hogy ez bírták kihozni belőle, meg így... Mi volt a segbe? Szerintem próbáljuk meg lezárni a múlva. Jó. Jó. Ez egy szar. Pontozás. Pontozás. Mostanában indulnék. Amit elmondtam igazából, ahhoz tartom magam, szerintem egyébként az alapkoncepció nem rossz, de 6 pontot szeretnék adni a 10-ből. Szerintem. Mondjam én? Ja. Tudom, a 3-at kap a 10-ből. Na, és 2 pontot azért kap, mert jól nézett ki néhány karakter, és az szó szerint mondom. Én konkrétan először úgy gondolkoztam, hogy adok neki 4-et, mert 3 jó csaj volt benne. Egy meg azért mellakadok mindig egy karakter belőle, de 3 az teljesen jó. Tehát nekem ez nagyon nagy. De nem is csak azért, mert az áthallásom között egyszerűen nem volt olyan jó. Tehát, hogy ilyen, maga, hogyha ha külön nézem, mondjuk, hogyha úgy nézem, mint te, hogy csak ugye nézem, hogy ezt a, tényleg a fantasy vonat elengedem máshonnan, hát akkor se volt jó, mert akkor meg a lyukak még mindig ott vannak. Igen, igen. Tehát, hogy nekem túl sok majd benne a lyuk az, hogy ez így jó legyen. Úgyhogy én 3-at adok le. Hát én 5-nél fogok ragadni szerintem. Már alapból nagyon felhúzza már, csak az, hogyha ez nem lenne, akkor nekem egy veszett ügy lenne egyébként az, hogy milyen világban, tehát hogy a világ maga, ami nincs kidolgozó, ugyebár, de hogy maga a téma, azt tetszik, meg a világ, meg a környezet. Világ. Meg a világ. A világot mondtam már. Tetszik az alapsztori, ami jó, csak nem kidolgozott, de akkor mondjuk ez tegyük be, mit tudom én, 2-3 pontnak. Ezek azért tényleg tetszettek, az, hogy ez az, ami ott tartott végig. Ami miatt egyben meg tudtam nézni, és nem kellett úgy igazán szünetet tartanom. Aztán a látványvilág. Mm-hmm. Látványvilág, ugye? Világ. Az jó. Mit tudom én. A környezet, fröcsög a vér vissza, mit tudom én. Meg a zenék jók. Nagyjából. Mm-hmm. És néha vicces egyébként. Van egy-két poén benne. Mondom, azon nagyon szakadtam, amikor visszakérdezett a baknőnek, hogy azért... Olyan mondjad, ez csinálás volt, nagyon nevettem, de meg maga az ő karaktere jól tetszik. Szerintem nagyon nagy poén, hogy folyamatosan csak a goblinokkal gondolkozik. Hullámvölgy volt nekem ez, hogy először poén volt, aztán már úgy meguntam, aztán utána meg megint nagyon vicces volt, hogy egészen ezt a végig nem hagyta el, és nagyon remélem, hogy a következő évben sem fogja, mert úgy meg fogom nézni. De a 5 pont. De ez a max. Ennél fejjebb nem húzom. A világ az 5 betűk. És 5 pontot adtam. Azt a kurva. A világ az 5 betű, és 5 pontot adtam, azt mondja. Wow. Hogyha nem így gondoljátok, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, hogyha más a véleményetek, vagy... nyugodtan savazzatok minket a véleményünk miatt. De amúgy belinkáltuk, tehát valaki meg tudja magyarázni, hogy három nem miatt érdemelni több pontot. A kevének. Igen, de ő biztos, hogy rage-elni fog rajta bármit. Igen, tehát írtok neki valamit. De ugye valakinek van-e, és köszönöm, én meghallgattam, tehát én szeretnék beszélgetni ilyen emberekkel. Kérem, hogy csinálj egy összegyűjtő kommenteket, és csinálj egy ilyen válasz videót. Tényleg, esküszöm alatt, hogyha valaki belém áll, és megmagyarázza, hogy meg... Valamilyen fenyegetően mondjam. Én megmutatom az összes könyvet, amit olvastam, de... Egyébként azért élveztem. Lehető függetlenül. Tehát, hogy nem tudom, mint egy kritikus szám, nem tudok jól nézni rá, de élveztem. Ilyen el volt. Egyszer nézős. Mm-hmm. Ja, többször biztos neki nem el. Ja, kevének ki kéne töröltetni a gyűrűkület az agyából, megnézetni vele, és mondani, ekkora egy Goblin Slayer kopi szarázom. Voltak benne jó ötletek azért. 1-2. Igen. Yeah. Jó, megnéztek 2. Aki YouTube-on nézte, az nézze meg Spotify-on, vagy hallgasson meg Spotify-on. Kisorsoljuk a kereket? Ja, vagy? Igen. Sorsoljuk. Igen. No, akkor sorsoljuk a következőt. Nézzük az igazság kerekét. Maradjunk legalább valami hasonló vonalon, mint ez volt. Jó. Hogyha... De... Ez micsoda? Bunning. Girl-senpai, ez pedig... Ez ilyen pszichológiai. Uh-huh. Jó, hát nem baj ez, hogyha van egy vesézősebb.